Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 15 perccel. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok! Sziasztok! Kecskeméten! Hallgatók! Tetszokik vagytok, hogy kijöttetek, itt vagyunk Kecskeméten, a Deák Ferenc téren, a Buxusban. Igen. Egy pálmafa mellett. Nem tudom, az milyen fa, de baromi jól néz ki egyébként. Azt még nem ismerem. De... Szedjétek ki, elvisszük. Mostássátok ki, szükségünk van rá. Szép lesz tőle a kertünk. Nem, egyébként baromi jól néz ki. És a gyerekek, az időjárás az egyszerűen nem ad okot panaszra. De hogy mondtuk, hogy jó lesz. Nem? Mondtuk, hogy jó lesz, igen. Mondtuk, hogy jó lesz. Igen, tavaly mondtuk, de nem erre a helyszín. Igen, és nem erre a napszakra. Egyébként minden rendben. Szóval, hogy baromi jó idő van. Korán, reggel már rövidújú pólóban lehet büntetni az üvegstúdió előtt, az üvegstúdióban. Mondjuk ez itt nem mérvadó, hiszen itt fütünk. Büntesd meg őket egy balbiceps pózzal most. Elzárt, láttátok. Iszonyatosan rendben van. Jaj, gyerekek. Hogy aludtatok? Nagyon rosszul. Na, mi volt? Ha már jó. Lift ha, igen. Mit? Lift van melletted, vagy a kollégák ittak? Kecskeméten, megmondom őszintén, minden tökéletes. Ezt nagyon komolyan mondom. Irgalmatlanul vastag, hihetetlen comba között ébredtem. Matracon tudtam aludni. A szállodai szobában a legnagyobb megdöbbenésemre és a legnagyobb kellemes csalódásomra van vasalódeszka. És vasaló. Azt elhiszed, hogy az első mondat ez volt tegnap, hogy gyerekek, én már sok szállodába aludtam, de hogy én ennek mennyire ülök, hogy kinyitottam a gardrobot, és van vasaló, de tudjátok, mekkora kincs ez? Az a durva, hogy tegnap én is megnéztem, hogy van-e vasaló. És van. És van. És akkor öregszem. De örültél is neki? Nem használtam végül, mert nem abban... Egy kevésbé ismert vagyunk a ti hős, nem tudom, hogy jön most ide. Örültem azon a mesztelenre vetköztem, és kivasaltam a golyóimat, tudom. De örültem, nem tudom egyébként miért. Ez egy ritkaság. Meg akartam nézni. Most én szinte biztos vagyok benne, hogy nem csak nálam van, vagy mondjuk a nem, szállodában János, is hallgatják nem. A rádiót, és tudják, hogy hozzám kell lerakni a deszkát és a vasallót, és oda kell hordani minden frissen mosott cuccot, de nem, szerintem minden egyes szobában nálam is volt. Nálam is volt. Gyerekek, a 6 év alatt az egyik legszebb hotel, amiben aludtunk és voltunk. Szóval az valami elképesztő, nem? Most már nem, mert egy éjszakát azért ott eltöltöttünk. Jó, hát összegrafitiztem, amit tudtam, tudod, felhasítottam a paplant, persze, valami neheze azért nekik is jusson, de hogy nem, tényleg egyszerűen gyönyörű. Tehát Budapest is megirigyelhetni ezt a szállodát, komolyan mondom, mi Lacival tegnap felfedeztük. A pihenő részleget tegnap este nagyon nem kapkodtuk el, mert 8 órára sikerült befutnunk. De 8:30-ra mentetek le, azt hiszem, az utolsó fél óra volt a tiétek. Igen, tehát otthon még az ember elrendezi a családját, elbúcsúzik a gyermektől, leteszi a kicsit, tudod, még beadod neki, még leszívod az orrát, még segítesz, még fürdesz. Tehát nem úgy van ám, hogy így átjövünk egyik helyszínről a másikra, érted, és így utazunk, és csak úgy ott vagyunk már itt a kettőkor Kecskeméten. Hát 8 órakor kell megérkezni. Pihengetünk, nyaralgatunk, ugye? Kecskeméten. Jó, tehát... ha te utaztál volna 3 órát a Zsuzsival, aki nem csak sofőr, hanem mit fár el is egyben, hiszen folyamatosan mondja, hogy mi történik, akkor... Nem. Én tudod, mit gondolok erről, én az első egy óra után egy piros lámpán kinyitottam volna az ajtót, és kigurultam volna. Na, inkább hát, volna. Hogy... inkább gyalog, inkább stop. Fogtam volna a kis kézipogyászomat, kinyitom az ajtót, és ugye laza gázadás, egyes kuplunk föl, ott én már oldalra, és kigurulok, és megtaláltatok volna az állomáson. De a szálloda tényleg jó. Gyönyörű. Igen, a másik oldalon mozogtam, volt, jó volt. Balázs, aki a ellentétes oldalon, ők amikor megjelentek 9-kor zára vele, ezt csak így mondom, hogy a 3-1-9 után 3 perce, hogy ők lejönnek, és egy picit, igen, nagyon örültek neki, és már hallottam a kis csicsergésüket. Nagyon kedvesen elbeszélgetünk a lánya, a gyerekek. Tegnap a recepciós lányokat szórakoztattam, a bárpultnál volt egy 15 percem, amíg stand-upoltam ott a kislánynak, megtanítottam, hogy kell mohitot csinálni. Tehát mi minden a wellness-es... Hát mondjuk baj, hogyha ő állt a pult belső oldalán. A wellness-es kislány szórakoztattuk Lacival, úgyhogy Laci megtűrhette a kis habtestét addig a medencében. Jöttünk lefelé a lifttel, és akkor is Balázs ott ült a bárpultnál, kevergetett valami koktélt, egy fogpiszkálóval, jól jó, vagy most csak így messziről,
És ilyeneket lehetett hallani, tényleg egyébként döbbenet, egyébként tényleg pont itt, senki nem lehetett velem. Nem, egy olyan bárpult van a hotelben, amit mindig keresek, és én ezt nagyon szeretem, ez az amerikai jellegű. Hát én ezt nagyon bírom. Amikor nem az, hogy leülsz egy asztalhoz ilyen nyomorúságosan, és ha egyedül vagy, eleve hülyén érzed magad, ha asztalhoz ülsz, hanem fölülsz a bárpultra. És akkor megcsinálja előtted az italt, akarsz beszélgetni, lerakja az alátétet, ráteszi az italt, és ott üldögélsz, telefonálsz, nézed a tévét, tudsz velem beszélgetni. Amikor elfigyelod, ledobsz egy kockacukrot. igen. Ő olivabogyot pöcköz, és citromhéjel. Meg lehajol érte. De magánykodt is sósmogyoró szájban? Nem. Sósmogyoró felszemmel. Srácok, nem, jó fej voltam, nem kellemetlen. Nem? Hogy? Tehát, hogy a sósmogyoróval pöckölöd a pultos kislányt, az nálam inkább a rossz fejség kategória, vagy a krakélerség, de semmiképpen nem a jó fejség. Tehát én jó arc voltam, nem kellemetlen. Nem pöcköltem oliva magot, nem csináltam ilyet. De nagyon kellemes a volt. A bárpult is jól lát neked. Mi jöttünk le, és akkor azt láttuk, hogy basszus, igen, rendben van. Én mindig olyan bárpultot keresek, egyrészt amit felérek. Így van. És de tudtam, hogy ott vagy, mert egyszer csak azt láttam, hogy így... Igen. És láttam, hogy így tapogatsz a pultam, mondom, hogy gyere, itt van egy föllépő, ülj föl ide. Csókolom, vagy most mogyoró, hát itt van, jobbra vagy balra, vagy mondja már meg valaki. Innen, mit a kezed innen, te büdös kölök? Ja, szia, Jani. Igen. 9 után már 18 év alattiak nem használják a bár. Szóval anyukádnak hozzon személyét, igen. Na mindegy, úgyhogy drága kecskemétiek, itt vagyunk, igen, a helyszínünk változatlan abból a szempontból, hogy Deák tér, Deák tér, tehát nem nehéz megjegyezni egyébként. Sopronhoz képest. Sopronhoz képest, így van, hiszen tegnap is a Deák téren voltunk, ma is a Deák téren leszünk. De holnap ravaszak vagyunk, mert holnap már nem a Deák téren. Azt a mindenségét! Na, ezt csinálja utánuk valaki. Ja. Így van, holnap már nem. Holnap... 2 vagy 3 éve voltunk itt Kecskeméten. Gyerekek, nem tudom, de 100 évnek tűnik. Mert száz hogy magánynak. Száz év magánynak, ahogy Márkez is megírta, igen. Nem, egyszerűen valahogy nekem ez a kecskeméti helyszín, ez ilyen nagyon-nagyon réginek tűnik, pedig tudom, hogy egy bevásárlóközpont volt, annak a hátsó része, és valamilyen parkoló, ahol tudod, mi voltunk 3 vagy 4 évvel ezelőtt, esik? Tudod, hogy szép voltál. Ja, most alapdolgokról tudod. Jó, hát persze, most érted, a föld forogna. De nem így van, hogy 3 vagy 4 éve voltunk, de nagyon-nagyon-nagyon réginek tűnik. Tehát, hogy én egyszerűen hihetetlenül örülök, hogy itt vagyok. Én is. Mi családosan is szoktunk egyébként errefele járni, sőt, hogyha erre visz az utunk, akkor megnézed a cifrapalotát, akkor mindig megállunk itt a város szélén, itt, ott is van egy nagyon jó kis hotel, és akkor ott meg szoktunk ajánlni. Most már azért gondba leszünk, mert már 2 jó hotelt is ismerünk. Ja, erről jut eszembe egyetlen... Na, hogy... Azt akartam mondani, hogy egyetlen viszonylagos problémája volt a szállodának tegnap, hogy nem fogjátok elhinni, de a fitness teremben, ahol lementem egy kicsit kocogni, komoly zene szólt. És azért mondjuk így, tudom, mikor nem vagy így másfél órát, és folyamatosan ott, hogy hívják, tolja valaki a izét, nem tudom, melyik zongoraves, és megkérdeztem, mondták, hogy sajnos nem lehet kikapcsolni. mert csak picit halkabb lehet, picit hangosabb, mondtam, az utóbbi variációt azt talán hagyjuk, de hogy tudod, amikor futsz egy órán keresztül egy futópadon, és közben és ezt hallod, akkor azért tudod. De ez honnan jött, vagy ez mi volt? A hangszorokból, nem fogod kitalálni a hangszorokból, nem, a fekvenyomópad alatt volt egy bonos négyes. Nem, azt hittem, hogy hívtak az Alcatel Vantage Easy-den, és és nem tudtam átállítani. És Nokia tyúmban voltál, nem tudtad a csöngést átállítani. Hát igen, de nagyon-nagyon szép az az edzőterem is. Igen. Na. Jól tudom egyébként, hogy ez a hely, most egy picit álságos a kérdés tőlem, hiszen rohadt felkészült vagyok, hogy ez a Polifarbe otthona. Gyerekek, by home. Itt vagyunk. Olyan ez, mint Dallasnak, vagy Jokinak Dallas. Kecskemétnek ez a Polifarbe. Itt minden az övék. Nézz körül, minden az övék. Minden festett dolog az övék. Bármi, ami le van festve, az övék. Mit taburól adnak a Váci fegyhár. Igen, ez egyébként tényleg. Polifarbe otthonában vagyunk. Így van. Na... Mi az, amit mindenféleképpen el akarunk mondani? Van egy fontos dolog, ami félig meddig komoly, erről majd beszélünk még a hírek előtt, mert hogy zajlik egy nagyon fontos dolog méghozzá egy iparági gyűjtés, ami most egy kicsit hülyén hangzik így ebből a szempontból, de jó dologra gyűjtünk mi is, és az összes reggeli műsor, majd elmondom, hogy pontosan kinek, miért, és hogy miről szól ez a gyűjtés, egyébként nagyon klassz dolog. És ez egyrészt egy teszt is nyilván, másrészt pedig ugye egy nemes cél, és rögtön beszélünk erről.
mi egy iparág vagyunk, te ezt tudtad? Mint a rádiós iparág, igen, a rádiók reggeli műsorában zajlik most egy nagy közös gyűjtés. Ami tulajdonképpen, ha már akkor így belekezdtem, elmondom, hogy tulajdonképpen arról szól, hogy mindenki ugyanazt az SMS számot használja, mindenki ugyanazért gyűjt, minden reggeli műsornak ugyanaz a célja, és meg fogjuk nézni, hogy 6 és 10 óra között a reggeli műsorok, és függetlenül attól, hogy melyik reggeli műsorról van szó, tehát hogy ez most Juventus, vagy Petőfi, vagy Music, vagy Klassz, megnézzük, hogy 6 és 10 óra között maga a rádió, mint iparág, mennyi pénzt tud összegyűjteni a Szent Márton gyermekmentőknek, méghozzá defibrillátorra. Oh. És van egy SMS szám, amit nagyon sokszor fogunk mondani, ez csak és kizárólag 10-ig tart, de 10-ig ugyanúgy gyűjt az összes reggeli műsor, és holnap mi mondjuk az eredményt, hogy mennyi pénz jött össze. Hát nagyon klassz lenne egyébként jó sok pénzt összeszedni. Ezzel tulajdonképpen hát egyrészt nyilván ugye kíváncsiak vagyunk arra, hogy hányan segítenek, kettő meg tudjuk mutatni, hogy azért a rádió az mennyire erős, és hogy milyen fontos dolgokra is lehet használni. Mondjak akkor már SMS számot? Szerint minden? Mondjál, ha már ennyi beszéltünk róla. Jó, drága hallgatók, akkor mindenkitől legalább egy SMS-t kérünk. Jó, beszélünk még a dologról. Minden hívás 250 forintot jelent, és hát mi rossz helyre azt hiszem, hogy soha nem szoktunk gyűjteni. Baromi jó helyre megy, ahogy mondtam. A Szent Márton gyermekmentőknek, és 13600 ez a telefonszám. És van egy 10-es kód, amit használni kell, 13600. De most ezt hívjuk, vagy SMS? SMS, nem? SMS. Ezzel nem telefon, telefonhívás. Telefonhívás. Igen? Igen. Na, tudok, csekkoljuk is. Telefonhívással lehet pénzt küldeni, ez a 13600, és ott még lehet, hogy kérdeznek majd egy kódot, hogy mit kell beütni. A 10-es kódot kell... Köszönjük, hogy felhívta az adhat vonalat. Ez rendes, 250 forintos adománya nemes célok eléréséhez járul hozzá. Igen. További információt a szervezetekről és kétjegyük. Szerintem meg is vagyunk. Várjál. Valamint magáról az adhat vonalról a www.adhat.hu. De 10-es kódot kell beütni. Kérjük, adja meg a támogatni kívánt szervezet. Na. Aha. Tízes. Kétjegyük, 10-es. 10-es, így van. Köszönjük adományát. Na, és meg vagyunk. Ennyi, szuper. Tehát 13600 és 10-es kód, jó? 6-tól 10-ig tart a gyűjtés, mindenki az országban, aki él és mozog, az, és mikrofon mögött ül, az ma reggel egyébként gyűjt, tehát reméljük, hogy rengeteg pénzt fog egyébként összejönni. És nagyon jó helyre megy. És nincs benne az, hogy ki gyűjt többet, ki kevesebbet, nekünk ennyi, nekik annyi. Nem is fogjuk mondani, nem is fontos. Nyilván ez függ a lefedettségtől, az elérhetőségtől, hogy ki hány emberhez ér el. Tehát ez nem egy reprezentatív kutatás, ami arról szól, hogy na most mi ennyit, ők annyit, és akkor mi most jobbak vagy rosszabbak vagyunk. Ez semmiképpen nem erről szól. Sokkal inkább arról, hogy összeadjuk ezt a sok-sok 250 forintot, és megnézzük, hogy mennyi jött ki a végén. Mondd még egyszer a telefonszámot. 13600, jó? Arra kérünk minden hallgatónkat, hogy egyszer gyerekek. Ez megint egy olyan, hogy egy egyszeri alkalom 250 forintot, ha mindenki szán rá, akkor mi baromi állásak leszünk. Csak mondom egyébként, hogy kecskeméti hallgatóink közül jó néhányan már elő is vették a telefonjukat, és ahogy elkezdtél róla beszélni, már ütötték be. Halló, elvitted a gyereket? Nem! Nem az! A hűtőbb, nem! A felső polc! Nem! Az a holnapi pörköl! Jó, gyerekek, 13610-es kód, drágák vagytok, beszélünk még róla, köszönjük szépen. Köszönjük szépen aranyos előre mindenki, is. Mindenki, aki küld. Na, ma is nagyon sok mindennel készültünk egyébként, itt Kecskeméten helyszínünkön. Ugye ugyanazok a játékok, amik tegnap voltak, és egyszerűen leszakadt a fejünk az adrenalintól, azok már újra itt vannak, felállítottuk az elektromos fűnyíró. A Star Wars 7-re rápirító robotfűnyíró verseny, itt is folytatódik. Itt csoda, kérdés. Kecskeméti Grand Prix-val. Ki az a J.J. Abrams, ki az a George Lucas, hát ez az a fűnyíró úgy megy, hogy... Kik ezek? Tessék? Tényleg, kik ezek? Nem tudom. Úgy megy, hogyha a lábadat elé teszed, azt is bekaszabolja. Keresünk majd játékosokat, jó? Akik játszanak újra, óvodáknak, iskoláknak, nagyobb családi házaknak, rendelőintézeteknek, panelházaknak, közérteknek, éjjel-nappaliknak lehet nyerni egyébként 50 liter festéket. Hoppácska. Á, hoppácska. Kevés. Hoppácska. És ezt még a Jani se tudta lenyúlni. Ez még mindig megvan. Tegnap este nem tudtam. Dolgoztam rajta erőteljesen. Tegnap föltörte a polifármés kamiont, és arra jöttünk be este fél kilenckor, hogy se kell. Éppen cibáltam lefel a 20 literes bödöröket. Hol a piros? Hol a tört fehér? Hol a tört fehér? A gyerek szobája még mindig nincs kész. Hol a tört fehér? Igen, szóval, hogy ezeket mi játsszuk. És de ezek helyszíni játékok természetesen. Így van. Valamint mondjuk a kecskeméti hallgatóinknak, hogy helyszínről választunk majd játékost a Fekete Féligen nemre és a többi játékra is.
Na, ott hátul van egyébként egy helyszíni játékunk, a Passzolj Berlinig játék, az ott egy kiskapus pályának az imitációja, ez nem egy ketrec, ahol engem zárnak be 9 óra körül, hát, amikor de már gondolkozunk rajta. Igazából az, abba hoztuk a Janit, igen. A csomag, tehát nagyon rosszul is elkezdett, nagyon harap, ha hosszú így útra van. Megy. Hogyha nagyon hosszú útra megyünk, azt mindig rám fordítják, és akkor én lehet a hostess lányoktól zócsemegit kérni, és azon keresztül rácsorát eltetni. De gyerekek, ne nyúljanak be, mert nem karmol. Szóval azt is ki lehet próbálni nyugodtan, jó? Ott van egy kis leírás, a hostess csajok elmondják, hogy, hogy az ott miről szól. Rengeteg kis apró nyeremény van, egyébként az ember elmegy, kipróbálja, irányít, itt-ott, ezt azt elvesz. Nyilván amit csak lehet, persze, úgy értjük. Úgyhogy nagyon sok mindent lehet csinálni. És a viking fűnyírót is lehet már bolygatni. Hoppá, így van, így van. Az önkormányzat hadd örüljön, kicsit ki lehet vinni a fűre esetleg, vagy bevinni magánterületre, bár abból lehet, hogy lenne némi eljárás, úgyhogy csak óvatosan, illetve a védett növényeket ne nagyon kaszaboljuk. Lesz szép ez a tér egyébként, olyan kis ápolt, gondozott. Uh-huh. Igen. Helyes. Igen. Írják a füvet. Ápolt, gondozott, frissen vagy nyírva. Akár csak Jani gatyáján van. Hát egyébként tök. Most tökéletesen betettem magam. Tudom, hogy nem jössz, mindig. Tudom, hogy nem jössz ugye a turnéra, hogy ne tennéd rendben. Igen. Tessék. Ha szörkeresnétek egyébként a, mondjuk így a mellemtől lefelé, akkor és még mindig nem, és még mindig nem, és még mindig nem, és még mindig nem, és még mindig nem. Ezek lennének a válaszok sorba. De most komolyan. Egy szóval mondva, egy és két akkor szóval ott akadok, és általában ott akadok el a szakálvágommal egy vathúst. Ott megvágod magad, feladod, vérzel egy kicsit, és így utána van, tamponálsz, és utána többit. Anyának, meg. Anya, Timsót, bakke! Szakálvágóval szörtelented a hasad? Hogyne, a legjobb. Hát. Tudod, milyen jó szakálvágóval? Vagy ráteszed a kis kefét, 1 milli, 2 milli beállítod, vagy már azt is leveszed a nagyon... A hasad a szört! Nem, azt... nem tudok rá csodálkozni. Hát a 80-as évek közepéig sővégyvágóval ritkítottam. Érted? Ahhoz képest ez előrelépés. Igen. Na, gyerekek. Azt mondja, hogy bent a hívás szuper ötlet, Kata írta nekünk. Köszönjük igen? szépen. Külföldről, köszönjük. Ausztriából nem tudom hívni a számot. Gyerekek, lehet, hogy ez most csak belföld. Utána járunk, megkérdezzük külföldről, akkor ne próbálkozzatok. Sziasztok, küldtem Zsolt, én már küldtem Mocskos úr, írta nekünk, elment, uh-huh. Köszönjük szépen. Robi is írja, jók vagytok, köszi, már fel is hívtam őt, Tibi. De jó. Úgyhogy gyerekek, köszönjük szépen tényleg mindenkinek egyenként. Nem is tudjuk, de így éteren keresztül így van. 3,5 tonnával lehet ott parkolni, Bali? Persze. Hát egyszer, igen. Gyerekek, nem tudom, nekem megengedték, de a fene se tudja, hogy... Megint a kis autóddal jöttél? Nem, ami drága jó sponsorunk adott nekem autót, mert nincs még mindig autóm, úgyhogy tarháltam, kunyeráltam, és most július 1-ig van autóm, úgyhogy megmenekültem. Egy 4 személyes viking fűnyíróval jött. Kicsit lassú, kicsit hangos egyébként, de 13-mal csapattam az M5-ösön, úgyhogy egész hamar leértem. Picit mondom egyébként, hogy nem picit mondom, hanem picit följebb, mondom, van még parkoló bőven, tehát lehet jönni. Jó, de egyébként ugye gyalog, és minden Kecskemétnek ezt ajánljuk. Egyébként egy dolgot még elfelejtettem mondani, és egy picit még visszakanyarodnék itt, ha megengeditek, kedves harcos társaim, a szállodá. Ne kezd ezt a harcos társaim, vezéreim, szőröm nagyuram, hát rosszul vagyok ettől. Véreim. A szállodá. Nálatok is volt a zuhanyzóban személyre szabott ajándék? Mert nekem ilyen még nem volt egyébként. Bementem a szuhányzóba. Azt én tettem oda, de azt hittem lehúzzák. Láttam, hogy... Azt hittem lehúzzák, mire te mész. Soha nem volt még ilyen. Nem egy... Tudom, ha előbb érkezem, mindig elkérem a szobakulcsodat, és leteszek oda egy zilbelsőt neked, hadd örüljön. Így, menj, estrüppel, Istenem a kedvenc. Döbbenet, hogy ezt most megtaláltad, általában a személyzet ezt játszok. De miért egy leveses tálba, aminek ekkora talpa van? Ez az én ajándékor. Hol akar rá, hol akar rá. Na, mint találtam. Ne, sem képzeljétek el, hogy kaptam személyre szabott túlsfürdőt. Tényleg? Rá volt írva, hogy Sóhergél. Döbbenet. Sóhergél. Döbbenet, hogy ismernek már téged. Elképesztő. Olyan megható volt. Felkiáltottál, és azt mondtad, ez nem zuhanyzom, mert ez túl drága lehetett ahhoz, és beraktad a táskádba. Hallod, nem? Összesírtam a fecskémet, de most komolyan. Jó, nyugtass meg azért, az elvihetetlen hajszárítót nem vágtad le úgy a 2020-ból. Nincs elvihetetlen hajszárító, ezt nagyon jól tudod. Évek óta együtt dolgozunk már. Nyugtass meg, hogy nem tépted ki a falból, nem tudom, a hajszárítót tetted be a táskádba, hogy anya, nézd, hajszárító, a hotelből hoztam. Az első dolga, amikor hazamegyek egy kitelepülésre, és mindig a barkácsáruházba veszed, és veszek egy konnektort. Igen, hogy tud használni. Hogy tudjam otthon használni. Igen. Na jól van, drága Kecskeméti, egy tessék idejönni, mert mi nagyon örülünk, ha jöttök. Jó, legyünk jó sokan. Itt a Deák téren SMS-ben most senki ne jelentkezze a játékra, mert ahogy mondtam, a helyszínről választunk, meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. Szene! Ta! Jó reggelt!
Morning Show! Micsoda Mello Feri! Hát apám, izzadok! Volt benne munka! Fia, 6-tól idáig gyúrtam őket, mire megmertük csinálni, de látod, megvan! Éreztem én, hogy volt benne munka, így van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 perc múlva pontosan 7 óra. Itt vagyunk Kecskeméten a Deák téren. Egészen pontosan. Felszerelkezve minden szépen jóval, ajándékokkal, játékokkal, és nem utolsó sorban nyereményekkel, természetesen. Úgyhogy... igen, készültünk, és rengeteget játszunk majd csak úgy, mint tegnap. Így van, a nap végén sorsolni fogunk, és egy ember a kecskemétiek közül bónuszként hazaviheti Balázs illatát. De ez hogy így, nagyon közel kell menni és dörgölődni egy kicsit. Utána be kell fogni az orrodat, hogy kalitkába esd az illatot, igen. Bali duplas tipis topi a bögrédre. Köszi, Baki. Hol van Baki? Hello, leslopoltad? De akkor 10-ig itt kell lenned, tudod? Itt vagyok. Tényleg? 2 óta fenn vagyok. Annyira izgultál, vagy miért? Nem, elkaptam valami nagyon csúnya vírus. Jönnek, rossz alvó vagy, miért nem aludtál? Békés Csabáról jöttem. Ez nem mondod komolyan. Testvérem! Vannak itt kecskeméti? Hogyne? De miért? Csak miattunk, vagy itt van dolgod, és akkor beugrottál? Csak miattatok. Én Angliában élek már 10 éve, és örültem, hogy itt vagyok a környéken, akkor átjövök. Na most ne kamuzzál, mert itt vagy velünk, hát hogy élsz Angliában? Ugye, hogy megfogtuk? Hoppá, hát ez a csáló nem véletlen az a nem. Még egyszer. Mit csinálsz kint Angliában? Cégem van. Tényleg? Gépeket újítunk fel, igen. Az menő, és most hazaugrottál egy kis családi látogatásra? Nem, operáltak. Operáltak? Mit csináltál? Törted valaminek? Bokámból, térdemből szallagszakadás volt. Az nem jó, futball? Nem jó. Nem, munkavégzés közben. Nem hallottad, gépeket újítanak Angliában, nem valószínűleg üldözés közben. Másztál át egy kerítés, semmi? Igen. Vitted a plazma tévét valahogy Birmingham környéken. Ott le az LCD-t, basszus! Jó, figyelj, Baki, ugye ezt írtad? Így van. Ha 10-ig ezt a dolgot megvárod, mivel lestopoltad a bögre a tiéd. Hát, jó? Köszönöm. Igyekszem majd de nem moshatod el soha. De nem, pont azt mondom, hogy igyekszem majd elmosni, mert szörnyű állapotban már most, mert már mindent tettem, mindent hittem, de szépen tisztán köszönöm fogod szépen megkapni. Van rajta egy kis jobb, mit tudom, szájfény meg némi rota. A szájfény nagyon sok, rohadjál meg. Na, azt mondja, hogy megvan a játékosunk? Találtunk játékos? Meg! Biztos, hogy találtunk játékos. Úgyhogy persze, hát a mi osztaszlányaink ügyesek, már 4-5-kor megtalálták a játékost, aki már itt is van, és akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello, jó reggel. Jó reggelsz. Hello! Szia. Na, milyen üdén, milyen frissen, ne táncolj, hello, hogy hívnak? Ildikónak. Ildikó, hello Ildikó. Egész jó ízlésed van, Feri. Ugye, hát figyelj, mire kiszúrtam. Baki mellől? Nem Baki a... De, Bakival jöttünk Békés Csabáról. És te is Angliában élsz? Nem, én Békés Csabán élek. Békés Csabán, és mit dolgozol, mit csinálsz? Gépeket újítunk fel. Nem, egy ruházati üzletben vagyok üzletvezető. Ruházati üzletben üzletvezető. Mm-hmm. És mennyi nem Békés Csabán, mennyit utaztatok? 120. Azt a mindenit. Az nem, azért az nem kevés. És a festői 44-esen, az a gyönyörű 44-esen. Ott sok szarkaláb összegyűlt már az arcokon. De így van. Sok haj kihullott. Az úgy azért jó, hogy fölmész a 44-esre, beleesel a nyomvájúba, a kamion nyomvájúba, és itt tudsz lejönni Kecskemétnél. Tehát nincs olyan, hogy mint egy cserkeszőlőnél lefordulsz. Igen, egy Marianna árok, amiben autózol, igen. Kivel szeretnél játszani? Veled. Veled, félve merem kimondani veled. Hát legyen így. Hogy állunk játék a gyerekek? 1-0-ra vezetünk. Megyünk? Uh-huh. Vonulunk? Hasítunk? Kell a győzelem? Oké. Okay. Jani? Igen, én vagyok. Akkor számoljál vissza. Így velem. Ahogy 6 éve minden reggel. Na, 3-2-1, fejön! Valami, belakadt a fogalmam. Biztos egy lazac darab. Hello! Hello! Hi! Na jó. Mit mondtál, hogy hívnak? Ildikó. Szereted a nevedet? Fogjuk rá. Ez érdekes. Kevésbé szereted a nevedet? Esetleg. Úristen. Mit csinálsz a szabadidődben, Ildikó? Biciklizek. Hova? Most biciklivel jöttél? Itt van? Hol van? Mutasd meg. Hátam mögött? Itt a bringád? Parkoltam. Itt valahol. Dobtál aprót? Persze. Megölöm magam.
Mi a hobbit? Mit csinálsz még? Sportolsz? Sportolok. Mit sportolsz? Személyedzőhöz járok. Lejárt az idő. Assza mindenit. Hogy hasítottatok mindketten? Micsoda összecsapás, micsoda csata. Ha ez a beszélgetés tegnap a bárpultnál zajlott volna le, én azt mondtam, hogy Balázs, hagyd gyerekkel. Nem, hidd ebben el. Nincs ennyi most. Ha ez a beszélgetés tegnap a bárpultnál zajlik, én már leöntöm magam benzinnel, és ott a bárpultnál meggyújtom magam. Tudna még egy oliva, hogy nem, tüzet együtt. Friss rúma, leöntöm magam. Ildikó, hát mit csináljunk veled? Igazából azért nem ugrott ki a passzivitásod nagyon, mert rettenetesen nyomorulta játszottam én is. Így van. Tehát, hogy egyszerűen nem volt különbség a színvonalban, mert annyira rosszul játszottam, hogy mit csináljunk? Mit csináljunk vele? Hát szerintem kezeltessétek mind a kéten az agyvérzéseteket. Ugye valamit kéne csinálni, mert kicsit beütött a krak. Megérdemled az ajándékot szerinted? Meg, nagyon. Figyeljetek, ha nem is a játékért, mert ugye azért az erősen Látszom. Felejthető volt. Nem is a teljesítményért, mert az egyszerűen értékelhetetlen. Nem is a bővített mondatokért, mert hogy nem voltak. Csupán azért, mert ennyit autózott, és mert a kitelepülésen senkit nem hagyunk ajándékcsomag nélkül, egy ajándékcsomagot Ildikónak. Köszönöm szépen. Gyűljön meg a taps effektet, ha megtalálod. Köszönöm. 6 éve dolgozunk együtt. Ildikó, nagyon jó voltál, tényleg. Köszönöm ne, ezt ne hidd el, azért ezt ne hidd el, jó? Köszi, puszi nektek, jó utat visszafelé. Köszönjük Ciao, szépen. Ciao, puszilunk, hello. Na. Hát. Best of ball! Föltetted az íre a pontot. Gyerekek, hát nem kell mindig jól járni, nem kell mindig nagyot játszani. Én azt szoktam mondani, hogy lehet... A hatékonyság a lényeg. Az se volt. Hát Ildikó részéről igen, van ajándék. Igen, megérdemelte, sokat utaztak, úgyhogy ha a játéket nem is az ajándékcsomagot biztos, hogy megérdemli. Ha már utaznak, 241 gyerekek. Azért 120 oda-vissza, nem? Nem gyenge. Azért az Bari közt is 240. Tényleg, az 240. Ugye, hogy bár, ugye? Van itt még onnan ez jött. Istenem, ennyi. Na, jól van, drága kecskemétiek, itt vagyunk a Deák téren, tehát várunk mindenkit, 7 óra után játszunk picit, és nem elfelejteni, hogy nagy iparági rádiós gyűjtés van, minden reggeli műsor együtt karöltve, válvetve gyűjt méghozzá Szent Márton gyermekmentőknek, és a 13600-as telefonszámot kell felhívni, várni egy picit, amíg a hölgy elmondja azt az egy mondatot, és utána a 10-es kódot beütni, minden hívás 250 forintot jelent a gyermekmentőknek, és defibrillátorra gyűjtünk. Nem csak mi, az összes reggeli műsor, és ezzel szeretnénk megmutatni azt, hogy igen, ha a rádiók összefognak, akkor nagyon-nagyon sok pénzt tudunk a ti jó voltatokból összegyűjteni, egyébként 250 forint, mindenki tegye meg, hogy egyszer felhívja a 13600-at, nem SMS, nagyon fontos, nem SMS, hívás így hívás, van. És meg kell várni, még az automata azt mondja, hogy üsse be, legyen szíves azt a kódot, amivel jelzi, hogy milyen ügyet támogat, ez pedig a 10-es. 10-es kód, drágák vagytok, ha hívjátok. Köszönjük szépen, 7 óra van pontosan, jövünk Ákos hírei után. 7 óra múlt! Aha, csak annyit értettem, hogy köcsögök húzzak. Mert ezt mondták, hát mire megtudom. Ja, tényleg. Hello, srácok, Kecskemét várt rátok. Ja, ezt mondta a közönség, érted? Hát milyen, mekkora minden reggel mennyi melót teszel ebbe. Neked tanárnak kellett volna menned. Próbálkoztam, csak kirúgtak. A tenyeréből falatozik egész Kecskemét a fejének. És később a lábából is. 4:80 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kitelepülésünk második helyszínére érkeztünk el. Kecskeméten vagyunk még hozzá a Deák téren. Nem késő ide jönni egyébként, egyik játékunkat se játszottuk még le, tele vagyunk nyereményekkel, ajándékokkal, és hát mi is itt vagyunk, mint a legnagyobb ajándék. Így van, a művelődési központ előtti teret torlaszoljuk el éppen. Így van, hát a kecskemétiek nyilván tudják, hogy hol van a Deák tér. Várunk mindenkit szeretettel, gyertek. Egyébként rengetegen vannak már az UX stúdió előtt is, egyébként, és SMS-ben is velünk, sőt olyanok is, akik már elküldték a 13600-ra, pontosabban felhívták a 13600-at, a 10-es kódot, bár néhányan mondják, hogy ők egyébként SMS-t is küldtek, és az is működik, ezt én nem tudom, mi azt kaptuk, hogy ezt a számot hívni kell. Ugye nagy rádiós gyűjtés, a minden reggeli műsor azon dolgozik, hogy a Szent Márton gyermekmentő alapítványnak összejöjjön egy defibrillátor, és 250 forinttal tudok is segíteni. Több. Vagy akár több is, így van, 13600 a telefonszám, és ha fölhívtátok a 10-es kódot, legyetek olyan drágák, üssétek be. Ez nem egy verseny, hogy ki, melyik rádió gyűjt többet. Arról van szó, hogy nagy összefogás van, és mindenki, aki tud, és mikrofon mögött ül, az reggel egy picit próbál segíteni. Hiszük, hogy ez is a dolgunk. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, ebben az esetben nem vagyunk egymás konkurenciái, hanem válnak vetve, tényleg egyetlen közös ügyért hajtunk mindannyian. Köszönjük szépen mindenkinek. Jani, próbáld már ki az SMS-t, hogy a 10-es számot elküldöd. Nálam nincs itt a telefon, jó? Aha, várjál csak.
azt mondja, hogy már próbálom is. Természetesen Feriről. Én is egyébként már próbálkoztam, én is küldtem 250 forintot, és ezt a jó szokásom meg fogom tartani. Még többször fogok küldeni. Egyébként meg illetve még... pontosabban elküldtél egyet a telefonodról, utána pedig kivették 250 forintot a zsebemből. Tehát, hogy nagyjából ezt így tört. Mondjuk el, legyünk egy őszintén. Egy 500-ost vettem ki, mert... Tehát elküldted, majd turkálni kezdtél a zsebemben, és mondta, Bali, mit kérdezi? Csak zsebkendőt, és láttam, hogy egy perc már 500 forintot kevesebb van a zsebemben. küldtél percet, de a kétszeresét szedted vissza azonnal. Nem, tényleg hűlünk, de mindenki küldje el, mindenki hívja föl. Nézzétek meg, hogy működik az SMS, ha valaki megteheti, nem tudom. A hívás az biztos, de működik az SMS annál jobb. Richelieu kérdezi, ez a Deák tér turné? Kicsit tényleg olyan, igen. Ami drága Richelieu, jó a meglátás, nem lesz több Deák tér, csak tegnap volt és ma volt Deák tér, nincs több. Holnap már máshol vagyunk. Nagyon sok helyen van az országban szerintem Deák tér, de az egészen biztos, hogy nincsen olyan magyar település, ahol ne lenne Petőfi utca. Hát ez mindenhol van, ez a Petőfi, Kossuth, Deák, nem? Tehát a nagyok mindenhol ott vannak. Így van. Ugye? Petőfi, Kossuth, Deák, Sebestyén. Sebestyén utca még nincsen. Egyébként Rákóczi viszont van, hát bőven. Akartam mondani, hát, hogy Petőfisztek meg, mint tudom én, hát egy jó Rákóczi azért az. Viszont szeretném mondani neked, Jani, hogyha hátrafordulsz, akkor megjöttek a barátaid. Ott a kukásautó. Szevasztok, jó reggel! És integet. És te is onnan egyébként visszainteget. A kukásautót megszólaltatod? Megint, persze, így megyek, kics, nem láttam, hogy itt ez van. Annyira érdekem, hogy nem hagyják el egymást egyébként, hogy honnan tudja a sofőr, hogy ott hátul fölálltak. Nálad is van ilyen érzékelő, ami kigyullad akkor, amikor te látod, hogy fölállnak a kukások, nem, hátul, nem, nincsen? Ez nem olyan modern autó ám. Ti ordibáltok egymásnak, hogy várj meg Józsi, várj meg a rohadt életbe. Én csak egy Józsival vagyok, igen. Nem, ő akkor gyulladt ki, amikor a csíkes cuccot összeszedi. Volt már ilyen? Nem. Meg igen. Mennyire toleránsak az autósok, amikor beálltok így egy olyan utcába? Egyáltalán nem, még mindig? Én azt annyira igazságtalannak érzem, amikor kukás autóra dudálnak. Mindig arra gondolok, hogy te paraszt, a te szemetedet is elviszed, hát vagy elviszi, miért kell dudálni? Vagy fordulj vissza, vagy várj egy kicsit, nem hát várnak? Igen, de türelmetlenek az emberek. Aha. De nagyon nem tudtok arrébb menni ilyenkor, nem? Hát nem. Most meg főleg nem. Mondjuk most is nagyon, de igen. Most itt vagytok, és minden reggel titeket hallgatunk. Úgy bizony. Jó, azért kicsit meglettünk szidva. A Jani nem tudná kipróbálni a gépet? Hát ezt nem tudom. De már nem vezetni. A kart, tudod, hogy a kukát beborítani. Azt ki tudja, igen. Gyerekek, azért egy kar meghúzása, azért ne jussunk el áraéves szintre, hogy ez nagyon öröm, nagyon megtörmű. Egy réki tudja próbálni. Milyen kar? De merre húzzam? Nagyon szimpatikusan most is kiraktátok a vészhillogot 4 kilométeres sorra utánatok. Nem azért rakták, én rossz helyen parkolsz. Igen, és ők nem férnek emiattam, igen. Jó munkát nektek, köszönjük szépen. Köszi, sziasztok. Hello. Csak mondom egyébként, hogy az Instagram oldalunk, illetve hol? Instagramnak hívják. Az Instagram oldalunk, illetve a Facebook oldalunk új tartalommal bővült. Menjetek fel, nézzétek meg. Folyamatosan fogunk mindenféle kis életképeket feltenni erről az egy hétről, meg a történésekről. Mind a kettőt érdemes csekkolni. Az a bajom, hogy kezdi elveszteni azt a kis családi, közös baráti hangulatát. Sajnos. Mert valami 45 ezer. 41 ezeren vagyunk az Instagramon. Ez egyébként brutálisan kevés, de nem baj, mi pont ezért szeretjük, mert itt már mindenkinek 100, meg 200 ezer, meg nem tudom, 100 ezer. Egy 40 ezeres kis közösségünk van. A Facebookon valami 300, nem tudom, 60 ezerre állunk. Rettenetesen sokan, de nem elegen. Így van, viszont az Instagram egy pici nagyon elit társaság, 40 ezerrel. És tegnap nem tudtam aludni, úgyhogy feldobtam néhány képet a turnéról, a köszöntésedről, a szállodáról, és hát, a kolbásztortádról, illetve vannak dolgok, amik nem változnak, felírta a Jani fürdőszobájáról, ahol száradnak az edzéspólói. Tehát ezért érdemes minket az Instagramon követni, mert ott egy kicsit extrább tartalom van. Gyorsan egy-két közlekedés hírgödölön, Besnyő felé haladókat a Super Trafipax figyeli, Barni és Andi küldte nekünk. Az M7-esen a főváros felől a 23-as lehajtónál a lehajtósában egy kukás autó áll, rövid szakasz maradt kihajtani. Üzeni Attila, mérnek Szentendrében a határnál, mármint nyilván Szentendre határában, szép volt Bali. Pesten a Dunapláza előtt a kifelé haladók, a szintén mérik, Linda küldte nekünk, és az M0-ás Nagytarcsától az M3-asig tiszta. Szerintetek lesz olyan a jövőben valamikor, amikor a Super Trafipax és a Viking robot fűnyírója összecsapnak egymással a világuralomért? És öntudatra ébrednek. A Viking robot öntudatára ébred, a Trafipax feldől, és őket te... Megindul egymás ellen. Igen. Balázs, hoztam neked ajándékot. Hol vagy? Hol vagy, és mit hoztál, és nem írtad alá? Hello, te vagy itt az első sorban? Igen. Hello, szia! Szia! Mit hoztál? Mind a háromatoknak hoztam. De drága vagy, mit csinálsz? És oda szeretném adni. Na! De nem árulod el? Mit hoztál nekünk? Ó!
papírzacskót eszik. Papujás! Boríték! Jaj, hát ez szeretettel, kutyák vannak rajta, 2005 vakvezető kutyák, köszönjük szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. És ezeket, ez, jaj, figyelj, egy zacskó dió, az ez mindig jó. Biztos a az... tiéd. Az egy üveg... az biztos az enyém hiányzott is, igen. Egy üveg házi, lefőzésű, alkoholos, ez biztos az enyém, és egy nagy tábla csoki. Nagyon drága vagy, köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen. Meg se érdemeltük. Bontsuk meg. Házi méz. Hagyd találjam ki a pálinka. Tehát azért az, ugye, tehát azért ennyi év után. Aha, a házi mézet és az angol csokit Balázsnak és Janinak ajándékozom, a házi pálinkát Ferinek küldöm. Kóstolás után véleményt kérek, a biodió Tóth Gábornak küldöm. De drága köszönjük vagy, mindenkit szépen. Lefettél. Aha. Mindenkit lefettél, nagyon cuki vagy, köszönjük szépen. Köszönjük Zsuzsi Nagykőrösről. Köszönjük szépen, drága vagy. Tegnap lemaradtam rólatok, mire Sopronba értem Pécsről, most viszont indulok Sopronból Kecskemétre. Hát majd csak utolérsz minket Saltótarjánba. Gyurcsi küldte nekünk, igen. Gyurcsi, ne add föl. Ha már az ajándékokról van szó, tegnap is rengeteg ajándékot kaptunk, és csak mondom azoknak a kedves hallgatóinknak, akiknek nem tudtuk személyesen megköszönni, hogy nagyon hálásak vagyunk, nagyon aranyosak. Sajnos nem mindenkivel tudunk lejattolni, nem mindenki tudunk megölelni, nem mindenki tudunk megcsokolni, és nem mindenki tudunk... Nem, azt már ne fejjel be, igen. Küldtem a 10-esre nekünk, Imre, innen szembe veletek. Imre, köszönjük szépen bárhol is, vagy lehet, hogy ő egy ilyen erkély lakó. Egyébként tegnap is voltak, akik erkélyen figyeltek küldtem bennünket. Küldtem nektek egy rendőrségi feljelentést, illetve egy közterületest. Na, van egy érdekes videó, ezt egy 18 éves lány töltötte fel saját magáról a netre, és videót is töltött, aztán fotót is töltött, és ő büszkélkedik valamivel, amire ő egyébként nagyon büszke. És nyilván azzal tud az ember büszkélkedni, amire büszke. Nem? Van, ami... Ugye, ami, hát... Azt a mindenségét. És ott vagy, és felkészült vagy, és penge az agyad. 10,5 centiméteres nyelve van. 10,5 centiméteres nyelve van, még a saját szemét is meg tudja nyalni. Na, hát ez az, amikor az ember mit tudom, hogy cipel egy dobozt valahonnan, valahova nem, vagy amikor bevásárlásból jön, és nagyon viszket a szeme. Szerintem ez egy nagyon praktikus dolog. Bár kisgyerekek előtt, érted, sétálsz az a fős meglátod, és Elész oda, macika! Hogy fedezed fel, hogy a hosszabb a nyelved az átlagosnál? Nem tudsz beszélni, mindig beleakad a fogsorod, vagy egyszer csak valakire kinyújtod a nyelved, és rájössz, hogy a te nyelved hosszabb? És hát soha nem néztem meg, hogy az én nyelvem milyen hosszú. Szerintem ösztönösen. Például fogmosás közben, amikor otthon állsz a tükör előtt, és ugye előszakott fordulni, biztos veletek is, hogy amikor dörögölitek a fogatokat, akkor néhány ilyen kis fluor pötty így megjelenik a tükrön. És hogyha az ember így ösztönösen, mivel ugye mind a két keze foglalt, egyikkel támaszkodik, másikkal mossa, és a nyelvét nyújtja ki, és törölgeti le. Sose jutott eszembe. Balra jobbra. Akkor úgy le tudod törölni. Apróságon elgondolkoztatok, hogy a 10,5 centi nyelvnek valahogy el kell férni? Na oda? Ez a bizony. Érted, úgy... mert míg után már kint van, és a szemed nyalod, az oké, okay, na de addig... Mint a kaméleonnak, így feltekerve, nem? Igen, vagy volt ez a kutya a pimpa, ami rohant, tudod, és lógott ki oldalt a nyelv. És oldalt lógott a nyelv. Nem, azon gondolkozom, hogy nyilván mindenkinek van valamilyen testi olyan hibája, amit egész egyszerűen nem szeret saját magában. Tehát, hogy mindenkinek van egy olyan testrésze, egy lábúj, egy új perc, egy ordarab, egy fülcimpa, amit nem szeret, nem? A Balázs amivel... testrész, amit nem szeret, az én vagyok. Egy furcsa kelés itt a bal oldalon. Egy furcsa kelés itt az oldalon. De mindenkinek van ilyen? Nektek van ilyen, amit nem szeretek saját magatokban? Ami az ember azt mondja, hogy nem szép. A rüsztje, a nagylábúja, hogy kalapács, így áll, úgy áll. Mindenkinek van ilyen, nem? A rüsztöd? Neked a rüsztöm? Nekem gyönyörű rüsztöm gyönyörű van egyébként. Ugye már akartam múltkor mondani. Melyik a nem szép rüszt? Nem, most hát nem tudom, mert nekem nincs. Csak kérdezem, hogy van-e olyan, amit nem szerettek saját magatokban. Tehát egy 10,5 centis nyelv, azt például én megértem, hogy ez a kis csaj egyébként utálja saját magában. Én nekem a kislábom újja. A kislábad ronda? Nem, azért, mert nem ér kacska. Le. Kacska. Nem ér le. Neked leér? Hogy nem ér le? Nem ér le. Így áll a kislábam újja. Előre mutat? Nem, hátra, hát persze, hogy előre, hát így nem, itt van. Ha így, hátra mutatna, az már sarkantyú lenne. Így van, leteszed a lábad, érted? És így fölfelé áll. Fölfelé és áll. És nem tud lerakni. Nem ér földet. Neked földet ér? Hát mindent gondol, aki meglök, felborulsz? Ja, mindenféleképpen a másik négyen próbálok kapaszkodni meg a ízű farkaskörmömmel, de hogy a kislábom újja, az nem ér le a földre. Te guríts be alá egy labdát, és akkor kicsit olyan Albert Frohl is leszel. Én tudok vele passzolni. Na, kérdezz meg a hallgatóinkat csak, hogy ki mit utál saját magában? Van-e olyan testrész, amit az ember nem szeret? Van olyan testrészed, amit nem szeretsz? Amit utál magában? Semmi? Ja.
Az a baj, hogy neki listája van, tudod? Tehát már így ránézésre. Azért szorogatod a telefonodat, hogy küldjed közben azt a kis... De most próbálom, a honlapotokon vagyok rajta. Igen. Őrület. Aha. Itt vagy Morning Show. Igen, mert így hívnak bennünket. Igen, fura dolgok vannak, hogy fölmész, és ott vagyunk. De jó helyen kapizsgálsz egyébként. Kérdezd meg ott, Feri, azt a kis kedves pupos kislány. Telefonszámot keresem éppen. Telefonszámot keresed. Ne hívjál bennünket, itt vagy. Engedel, ne. Itt van benne, mondom. Aha. De mit keresel? 13... Az 1300-as, itt van fönt. Na, az 1300 az úgy már egy picit nem annyira jó. 13600, no. Jó, oké. Neked ott, neked, akivel játszottunk el, Ildi voltál, ugye? Igen. Ildi, neked van olyan testrészed, amit nem szeretsz? A csajok azért sok mindent tudnak utálni magukban. Neked van ilyen, amit nem kedvelsz? Egy orr, egy orrcimpa, egy szájdarab. Így első ránézésre nincs, mi azt állapítottuk meg, igen. De hát, elsőre mi nehezen találnánk. Az ajkam lehetne vastagabb. Az ajka? Aha. Egyébként ez sok csaj mondja, én ezt sose értem, amikor ilyen kacsaszájat csináltatnak maguknak a plasztikai sebészet. Azt gondolják, hogy az szép. Ez felfoghatatlan. És attól lesznek rondák. Ők ilyen DuckTales rajongók. Igen, ez valami gyermekkorú frusztráció. De lehet. Volt már rá panasz? Tehát amikor valakivel így összejöttél, és azt mondta, hogy hát nagyon tetszen, nagyon szép vagy, de nagyon az ajkad. De azok a szájak, hát azt nem. Nem, azt mondták, hogy finom ajkam van. Aha, jó, értem. Hogy megtartosodtál a játékhoz? Hogy megtartosodtál a játékhoz képest? Miért nem a játékban? Miért nem a játékban mondtál ilyeneket? Inkább lányok azok, akiknek azt mondod, hogy inkább lányok. Inkább csajok keresek. Egyébként így van. Férfiak, ti tökéletesek vagytok? Hát a férfiak maguk kevésbé. Azt mondja, igen. Ott balra két csaj, Feri, balra, az a jobb kezed, de Jézusom. Nem, ez a bal kezem. Azt mondom, és jobbra, mondtam, hogy balra és jobbra néztél. Nincs körülötte kecske, meg mező megzavartató. Azért jó, hogy ide küldött, látod, mert így aztán nem látjuk őt, és ő sem minket, úgyhogy gyere, légy szíves egy kicsit elrébb, hogy hallanom Balázs, kell, Feri, hallanom. Balázs lásson is, van-e Hello. Valami olyasmi, ami Hello. Elégedetlenséget okoz nálad? Hát... A mutató ujjam. Na, milyen a mutató ujjam? Éreztem? Mi van a mutató ujjam? Én Ferdinek látom. Igen? Van benne egyes kanyar? Tényleg? Egyébként tényleg az? Egyébként nem akarom mondani, de nézd meg, kicsit feszíts meg, az utolsó új perce az elindul kifelé. Rossz helyen nyúlkáltál, és eltört, vagy... Nem vagy ez... tudom, nem emlékszek rá. Nem emlékszel rá? A másik is? Mutasd meg, légyszer. Nem, az normális. Tényleg van? Nem, az is Ferde. Jó. Csak mondom. Köszönöm. De tényleg van benne egy kanyar egyébként. Igen, szóval mindenkinek van ilyen kolléganő ott melletted. Hát nekem sok a szeplőm, az testrésznek számít. Hát nem. Járulék. Nem, de cuki. Nem? Hát, de ez már túl sok. A szeplő egyébként cuki. Azt megnyugtatlak, hogy a szeplőt a palik egyébként szeretik. Köszönöm szépen. Tehát az ilyen cuki szeplők, azok jól néznek ki. Tényleg, attól nem kell tartani. Nem szereted magadban? Hát, ha egy kicsit kevesebb lenne, azzal nem lenne bajom, de most már ez túl sok. Az arcodon van, csak hogy az egész testeden. De okos. De most jó. Bocs. Az arcomon van csak. És gyarapszik? Tehát folyam, mert azt mondtad, hogy az elején még jó volt, de most már nagyon sok van. Hát igen, egyre több, és ez nem jó. Bocsánat, mekkora a 10 centis nyelv, gyerekek? 10 centi, értem? Ez körülbelül, hogyha kinyújtod a nyelvedet, picit akkor az... több, mint 9. Nálad van colstok? Igen. Miért van nálad ilyen? Mert bármikor akármit összeket. Kalapát szög colstok a felénél mindig van. Így van, meg disznóllőkés. Ki tudnád nyújtani a nyelvet? Mérjünk már egy nyelvet. Na, egy átlag nyelvet csinálj. Nyújtsd ki, légy szíves. Keressük meg Kecskemét de legnagyobb rendesen, nyelvét. Nem akasztom be a piercingbe. Mandulától miért, Feri? Várjál, egyenesre nyújt, emeld föl a végét. Egyébként jó a kérdés, honnan méred? Ez a nyelv? Hát ez egy négyeske. Négyes? Jó, kinek van nagyobb? Ki az a... Mutasd, ki mondta, hogy nekem? Nekem is mérd. Kinyújtanád a nyelved, ne haragudj. Hogy ne. Szia, mi a keresztneved? Toncsi vagyok. Kinyújtanád a nyelvet? Toncsi. Ja, igen, Toncsi, de azt nem lányné? Bálint Toncs. Hát az Antó, köszönöm srácok a támogatást, igen, és minden Antal nevében köszönöm szépen a támogatást. Igen, ez volt egy pont, amikor okozott némi törést az életemben, amikor egy képregényben megláttam egy női főszereplő Toncsi névvel, hát igen. De ettől függetlenül én vállalom. Jó, na, nyelvet. Olyan nem volt, hogy egy zenés fesztiválon valaki bebújt mered a sátorba, és bár a legutóbb Playboy fotózás után kicsit, mintha megváltoztam volna, Toncsi, de még mindig vagyok komállap. Viszont még mindig fokhagyma, igen. Na tessék, nyújtsad. Jó, de cserébe akkor autózatok majd velünk egyet később itt. Ja, hagyjuk már, ezt tudom. Na jó, valami promóciót, azonnal megnyomjuk a promóciót. Oldal. Na, mérjünk gyorsan egyet. Várjál, most szájtőtől mérem, ez így is csak 5.
Aha. Ez, hát figyelj, nagy siker ezzel nem lesz. Azt mondja, hogy mi a következő. Valaki nyújtsa ki a nyelvét. Ott áll egy leány szemüvegben a homlokán. Merre jobbra, menjen? Jobbra. Ez is micsoda meglepő. Köszönöm. Szemüveggel a homlokán. Szemüveggel a homlokán. Szia, drága, hogy hívnak? Ági vagyok. Ági, honnan jöttél? Hello, Ági. Hevéciáról. Nagyon szép. Tudjátok, Róma mellett, persze. Nagyon szép. És mit csinálsz? Ott laksz? Igen. Ott dolgozol? Nem, itt dolgozok Kecskeméten. És mit csinálsz itt Kecskeméten? Falugazdász vagyok. Falugazdász. Kecskemét egy város. Igen. És az mit csinálsz? Itt is vannak gazdák. Hát Ferének mondod, hát viccel. Mi sorra, én már mindjárt otthon vagyok. Ahogy kimondod, hogy falugazda vagy, rögtön oda húzott mellépve. Érezte, hogy otthon van. Ideugrottam a lovakkal. És mi a pontos feladatod? Mit kell csinálnod? Hát a gazdáknak segítek támogatásokban. Most épp a területalapú támogatás időszaka van, abban segítünk. Aha, tehát nem te fejed a tehenet, mondjuk, hanem nincs, aki megfeje a tehenet. Nem. Aha. Azt ők csinálják. Azt ők megcsinálják. Na mutasd a nyelvet, nézzük meg. Van olyan dolog, amit utálsz magadban egyébként, amit nem szeretsz? Mert a csajokat sok minden nem szeretnek magukban. Neked van egy olyan testrész, amire azt mondta, hogy ez de jó lenne, az szebb lenne egy kicsit, vagy máshogy néz neki. Hát... Nem olyan tökéletes vagy. Húzd vissza a nyelved a válasz után. Minden úgy jó, ahogy van rajta. Nem, a szájam túl vékony. Na, ez mondom, hogy ez egy népbetegség a nőknél. Nem vékony a szád, pont jó. Ne kövessétek Zimány Lindát. Higgyétek el, már ő is megbánta. Komolyan mondom. Tehát ez nem jó. Nem tudnak ugyanis szépen szájat feltölteni. Olyan, mintha darás csinálnak. Elfogva, így van. Igen, de Zimány Linda valószínűleg nem bánja a dolgot, mert igazából senki nem szembesíti vele, hiszen nem ismerik meg. Olyan nagyra jött a szája, igen. Hány centis nyelveket mértünk eddig, Feri? 4 és 5. Hogy a fenében van ennek a lánynak 10 centis nyelve? 4-5 gyerekek, nagyon gyenge volt. Most azt kérem, hogy ne lefelé nyújtsd, mert eddig azaz, kicsit a végét föl. Ez egy nagyobb nyelv. Föl, ez egy nagyobb nyelv. Igen is látjuk, pedig 10 méterre vagyunk. Hát ki az a pin? 6 centi! Az még mindig 4, csak mondom, hogy a lány a videóban egyébként megnyalja a saját szemét. Meddig tudsz fölnyalni az arcodon? Sem eddig. Orrothegye? És az én arcomom? Te egy kölyökvizsla vagy, gyerekek. Lemérném Jani nyelvét, egy kölyökvizsla lennél. Na jó, figyeljetek, most akkor volt egy 4, egy 5, meg egy 6 centis nyelvünk. Sehol sem vagyunk a lányhoz képest. És most Laci jön. Így van. Balázs, nézd már ide! Figyelj, Jézusom! Laci, miért van egy szörny a szádban? Atya úristen! Gyerekek, egy rejtett kincs van velünk, és nem tudtuk. Még 3 napos ez a turné, lehet, hogy iszom valamit. A folytásával öl, Miss Lefegy. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk a saját magatokban, mi az, amit nem kedveltek, vagy ha volt olyan, hogy randira vittetek egy csajt, és elkezdtétek kicsomagolni, meg történt majdnem a dolog is. Valami olyat láttatok meg rajta, mint testrész, és most nyilván csak testrészre gondolunk. Gondosan visszacsomagoltátok. Gondosan elköszöntetek. Vagy csajok, akik randiztak pasival, és a beteljesülés előtti egy percben meglátták, hogy balra néz tényleg a hüvelykujja, hogy 3 földcimpája van, hogy 4 szem van. Írjátok meg, hogy mi volt az a pont, amikor felkiáltottatok, és azt mondtátok, hogy Jézus Isten, hogy kerül ez ide? Nekem volt egy nagyon kedves kollégám, egy nagyon rendes srác volt. Viszont a kezein, az ujjai úgy néztek ki, mint egy lecsapás előtt álló kondok esélyű, komolyan mondom, és nem lehetett vele kezet de fogni. Mi az ujjai? Így álltak az ujjai, kicsit olyan volt szegény, az egész, mint hogyha igen, folyamatosan sokkolás alatt állt volna, és azért úgy fogott kicsit kezet. Több, mint egyfajta pici testi hiba, nem? Igen. Tehát, hogy azért fogjunk kezet felé, megmutatom, így fogott. Így fogott kezet. Én nem hittem, egy képtelenség volt vele kezet fogni, borzalmas volt. És mindenki így tudod, ez a szevasztok, hátra ugrott. De most komolyan, borzasztó volt. Szegény, na mindegy. Igen. Na jó, szóval írjátok meg, mit találtok saját magatokon, vagy mi volt az a pont, amikor valakin valami olyat fedeztetek fel, amire azóta se találtok magyarázatot, jó? SMS számunk 06-745-00-00, jövünk Ákos hírei után. 3:48 múlt, pontosan 3 perccel jó reggelt kívánom mindenkinek. Van egy nagy közös gyűjtés, ne felejtsétek el, 13600, ez a telefonszám, és 10-es a kód, ezt kell beütni. Ez a Szent Márton gyermekmentő alapítványnak megy, mármint a 250 forintos hívás, mert hogy ennyibe kerül, ugye egy darab hívás, és defibrillátorra gyűjtünk. Az összes reggeli rádió műsor foglalkozik egyébként a gyűjtéssel, és ez egy nagy összefogás, nem arról szól, hogy ki mennyi gyűjt, arról szól, hogy tudjunk segíteni a Szent Márton gyermekmentő alapítványnak. Szeretnénk ezzel megmutatni, hogy a rádiónak és a reggeli rádió műsoroknak milyen ereje van és ereje lehet. Nem olcsó,
egy ilyen életmentő defibrillátor, úgyhogy hát szükségünk van arra, hogy hívjátok a 13600-as telefonszámot, várjátok meg a hölgy elmond egy mondatot, utána pedig kéri a kódot, a 10-es kódot kell beütni. Jobb, ha hívjátok, néhányan írták, hogy SMS-t is küldtek, de mi annak örülünk, ha inkább hívjátok. Én kipróbáltam és? Azért, 10, ezt küldtem el, számmal 10-es. Köszönjük, hogy támogatta a Szent Márton gyermekmentő szolgálatát és hazánk egyetlen gyermekrohamkocsijának működését. Igen, nagyon szép, amit ők csinálnak, és nagyon fontos az ő munkájuk, meglehetősen komoly anyagi nehézségekkel küzdenek, úgyhogy próbáljunk segíteni. Működik akkor az SMS is, jó? 13600, a kód pedig a 10-es 250 forintba kerül mindenkinek. Nem egy nagy összeg, ha az ember elküldi, akkor viszont egy picit talán megnyugtathatja a lelkismeretét, hogy ő is tett valamit a gyerekekért, segített, aki teheti, küldje el többször. Mondjuk holnap, hogy mennyit gyűjtött az ország, nem csak mi, nem csak a mi rádiónk, minden reggeli műsor. Meg picit arra gondolok ilyenkor, én mint két gyerekes családapa, hogy mi van, ha nekünk kell. Így van, sose kelljen, csak ha jönni kell, akkor meg. Hát meg tudod, ha felnőtt beteg, az is szörnyű, de amikor ugye gyermeket látsz, az a leginkább megmagyarázhatatlan és a legelfogadhatatlanabb, nem? Amikor egyszer nem érted, hogy valaki 2-3-4-5-6 évesen ezt miért kapja, vagy miért kell megélnie. Úgyhogy próbáljunk segíteni, jó drágák vagytok, köszönjük szépen. Meg valahol, hogyha belegondolok, akkor mennyire szomorú dolog az, nem, hogy egy olyan szervezet, akiknek az a feladata, hogy életeket, hogy gyerekeket mentsen, adott esetben a szükségük van rá, nem rendelkezik életmentő készülékekkel, hát miközben adott esetben egy jobban felszerelt konditeremben is vannak már egyébként defibrillátor készülékek. Igen, reméljük, hogy tudnak venni. A Szent Márton gyermekmentő alapítványról van. Tehát, mit szorongatsz a kezedben? Srácok, hát a kis infókat, amiket mindenképpen el kell mondanunk, természetesen elsősorban azoknak a kecskemétieknek, akik kilátogatnak majd ide a kitelepülésünkre, 10-ig várjuk őket. Deák Ferenc téren vagyunk, ugye a Művelődési Központ előtt zajlanak a helyszíni játékaink is, nem sokára kezdődik a robotfűnyíró verseny, illetve a festék zuhany, de természetesen lehet passzolni Berlinig, és nagyon különböző jó, helyi játékokat ki lehet próbálni. Nézzük az SMS-eket, hogy arról beszélgettünk, hogy van egy lány, aki meg tudja nyalni a saját szemgödrét, és számunkra felfoghatatlan, hogy lehet valakinek egyébként 10 centis nyelve, a leghosszabb, amit itt mértünk a téren, az kb. 5-6 centi volt, kiderült, hogy Laci az egyik leghosszabb nyelv. De arról beszélgettünk, hogy nyilván mindenkinek van egy olyan kicsi apró testrésze, elsősorban leginkább lehet nyilván a csajoknak, amit nem szeretnek magukban, szeretnék, hogy egy kicsit máshogy nézzen ki, másmilyen legyen, szebb legyen, nagyobb legyen, vastagabb legyen, vékonyabb legyen. Tehát mindenkinek van utált testrésze. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy saját magukban mit, vagy éppen amikor valakivel randiztak, mit fedeztek be rajta, amire azóta se találtak magyarázatot. A helyszíni felmérés az ajkakat helyezte előtérbe, ugye a lányok szinte kivétel nélkül azt mondták, hogy azzal elégedettek. Így van. De ez is a legtöbb csaj nem szereti magában, így van. Ez is egy ilyen a kozmolány jelenség, hogy szerintem egy csomó nőnél elültették ezek a különböző divatlapok, meg mindenféle ilyen női magazinok azt, hogy igazából a széles száj, vagy mondjuk ez egy picit ilyen dúsabb, teltebb száj a szexi. Miért ne lehetne szexi egy vékonyabb száj? Na most komolyan. Hát a kutyafáját miért nem? Hát de miért nem? Kértem én Jani Lőrincről. Irgumburgum. Na nézzük az SMS-eket. Nekem van egy lány ismerősöm, aki szerintem nagyon csini, de mind a két lábán, a gyűrűs lábú egy új perccel rövidebb a kis súlynál, ráadásul vissza tudja a lábfejre hajtani az új perc hiány miatt. Ha mezitláb van és észreveszi, hogy látom a lábát, mindig szivat vele. Ja, a hugomról van szó. Ez Sali küldte nekünk. Az angol tanárommal kerültem közelebbi viszonyba. Amikor elkezdtem a hátát csimogatni, akkor éreztem, hogy folyamatosan megakad a kezem valamibe. Mikor rákérdeztem, mik ezek, akkor árult el, hogy baleset után vaslemezekkel van összecsavarozva a kulcscsontja, mivel vékony volt, így érezhetőek voltak a csavardarabok és a lemezdarabok. Ezt Néro küldte nekünk, aki egyébként elkapta a saját angoltanárát. A pasimnak 47-es lába van, a nagy lábúja és a második lábúja közé pedig befér az egész csukló. Engem nem zavar, sőt nagyon vicces, 4 éve vagyunk együtt, imádom, mindig mosolyognom kell tőle. Barbie küldte nekünk, a nagy lábúj és a második lábúj közébe fér a csukló. Hát azért mindenkinek azért van az... egy kis ré, de azért egy női csukló, hogy oda becsúszol. Az azért jó, mert hogyha például sporthorgász vagy, akkor nem kell ágas. Kimész a vízpartra, csak betámasztod a botot, aztán hajrá. És fenekezed, igen. Egyszer egy lányom már majdnem story módba léptünk, mikor levetkőztettem és levette az okniát, megláttam, hogy olyan lába van, mint Frodónak a gyűrű úrából. De olyan szíves vagy, olyan szőrös, mert egyébként szegény Frodónak az egész lábfeje is szőrös. Viszont olyan nagy volt, szolid 44-es bütykös. Ez Alex küldte nekem. Amit én utálok magamban, az a gumicsizba. A lányok se szeretik, ez az ágyban is, csak útban van, ez Kazi küldte nekünk. Túl nagy a cicim, ezt nem értékelem annyira, mint a pasika látványt, írja nekünk egy hallgató. Ez ritka, hogy van egy nő, aki a saját mellét nem szereti. Hát azt szokták szeretni, csak ha nem túl kicsi. A nagy, azzal nincs baj, nem?
pedig ugye igény is van rá. Azt mondják, hogy a gerincet nagyon igénybe veszi. Ja, nyilván csak ez van. Úgy fáj a hátam. Tényleg? Igen. Na hát, azért nyugtassuk meg a csajokat, hogy mi ezt kedveljük. Semmi gond nincsen. Azzal, jó, ha Vigaszra van szükségetek, akkor az SMS. Jani verbálisabb bárkit. És ha bajai vagy, akkor ma este. Figyeljetek, egyébként a nagylábúj az hatalmas átok. Nekem egyébként, ha már megkérdeztetek, van, nem kérdeztetek meg, de ezért egy picit. Rohadtul nem érdekel. Elindulok a kérdés irányába egy válasszal, hogy a nagylábújjaim nekem kifejezetten nagyok a többihez képest. És ez iszonyatos nagy átok, mert gyakorlatilag a stoppolási mániám is ide vezethető vissza. Azt lukasztja ki az oknikat. Így van. Ott van az a szemét nagy lábú értelés, a drága futózoknit széttépi. Ennek ellenére ez nem magyarázatos stoppolása, tehát ez nem egy elfogadható ért, hogy azért kell stoppolod, mert nagy a lábú, mert vegyél egy újat. Tehát, kiszakítja. A stoppolás nekem semmilyen úton módon nem tudod megideologizálni, az egészen biztos. És kiablakosodik kicsit először az oknit, aztán kiszakad? Egyértelműen, gyakorlatilag egy futózoknit 3-4 alkalommal tudok használni. Viszont jól tudsz vele kapaszkodni, nem? A lábaddal. Tökéletesen. És hogy a szembeszélbe kerülök, akkor kapaszkodok a földbe is, mezitláb. Igen, csak puha talajra kell menned. Jaj, el ne fújjon. Terem és húzok két árkot, ahogy tol hát. Na játsszunk egy jó kis Oven bácsit és Beru nénit, már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Oven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Hello, jó reggel. Szia. Hello, hogy hívnak? Márk vagyok. Márk, hello Márk, mi járatban? Eljöttem hozzátok Kecskemétre. Az oké, de hogy beugrottál, mész tovább, itt vagy 10-ig, mit csinálsz? Nem dolgozol, nem vagy suliban? De dolgozom. Mit dolgozom? Én fényt viszek az emberek életébe. Ó, oh, Istenem. Hittél idő vagy? Ez ismerős. 20 éves csinálok. Nem, nem LED-világítási szaktanácsadóként dolgozom, és itt ezért vagyok ma itt Kecskeméten. LED-világítási szaktanácsadó. Így van. Uh-huh. Zsül, vagy tedd vissza a telefont a helyére, léci, vagy az Annának szólj, valamit csinálj, bocsánat. Vagy egy Anna ilyen... ébreszt fel Zsül, léci, megint rádölt a pultra, és meglökte a könyökével a telefon. Igen, amikor a telefon mellé teszitek, és ilyen sipoló hang van a fülünkben. Bocsánat. Szóval, hogy tanácsod adsz, hogy ki milyen ledet vásároljon. Igen. Elmész egy helyet, felmérsz, és utána megcsinálsz egy ilyen tervrajzot világítási szempontból? Ezt most jobban kérdeztem. Így van, így van. Megtérülési kalkulációt adok át a megrendelő részére. Aha, ez rohadt izgi. Na, nézzük akkor, hogy mit csinál Oven bácsi, Beru néni. Jó, azért nem akarjuk ezt boncolgatni, mert tök hülyék vagyunk ehhez. Tehát ehhez mi nem értünk. Viszont fogod hallani, hogy mit csinálnak, kevésbé fontos még, figyelj. Na, valami kávéházban vannak, nem? Mm. Vagy játszóházban. Kis lukot elvitték. Igen. Figyelj, na most viszont nagyon figyelj, mutatjuk, mit csinálnak, mit énekelnek. Ez valami vicc. Most tréfálsz? Ez nagyon könnyű. Tehát ez az annyi... Beethoven 9. szimfóniája. Azt a kutyafáját. Mégsem olyan könnyű. A betyárját. Egy, várjál, nem is tudom, azt hittem, hogy nem de is ne. Kell. Az első akkordból. Nem is kell nagyon segíteni. Ez egy, hát már nem trilógia, ez egy nagy film klasszikus, akkor inkább így fogalmazunk. De nem segítünk. Uh-huh. Meghallgatod még egyszer? Persze. Figyelj. Mm-hmm. Mikor születtél? 1988. Hát akkor már bemutatták mind a három részt, vagy kettőt legalábbis egészen biztos. Így van. Nagy film trilógia volt, aztán további részekkel bővült. Mm-hmm. Na? Csillagok háborúja? Így van! Miért súgja le a műsorvezetőn? Én? Nem súgtad? Miért súgtam volna? Csak visszakérdeztem angolul, Star Wars. Ja, azt láttam, hogy te ott valamit kommunikálsz a játékossal. Én magam nem ismertem föl, ne hülyeskedj. Egy akarsz egy filmzenével sarokba szorítani. Megnyugtattam Ferit, hogy nem Beethoven. Hogy én súgok. Feri első körben az öreg bánya titkára. Jó, így van, Star Wars, így van. Láttál belőle egyet, kettőt, ismered, szereted? Igazából nem rajongok a sci-fi-ért, úgyhogy... Sci-fi. Hagyjad már. Ezért egyébként én sem, viszont a tudományos fantasztikus filmeket kifejezetten. Azokat nagyon kedvem. Tényleg nem nagyon szereted Csillagok háborúja? Egyáltalán nem? Nem. Nem. Nem annyira. Jól van, oké, egy ajándékcsomagot adunk azért neked, jó? Köszönöm. Kitaláltad, én azt elhittem az elején, hogy ez valójában van ember, aki ezt nem tudja, és te erre nem emlékszel, de aztán beugrott. Úgyhogy jár az ajándékcsomagot, adjuk neked. Jó? Köszönöm szépen. Ma mi a meló, hova mész? Ma is valamit feltérképezel?
Hát néhány céget nem szeretnék most itt bereklámozni, itt Kecskeméten. Azt kell sejtsd, is velünk. De a legnagyobbak és a élelmiszeripari cégekhez fogok menni. Mindenki téged akar. Köszi, hogy itt voltál, elengedünk. Köszi, ciao. Szia. Hello. Komolyan azt hittem, hogy ezt valaki nem tudja. Tehát elhittem neki az elején, hogy ezt nem tudja. Meglepődtem. Azt hittem, hogy ezt már mindenki ismeri azonnal. Nem? Tehát nincs olyan ember, aki ezt ne tudná azonnal rávágni. Én mindig rácsodálkozok, hogyha valaki nem ismeri, nem szereti, nem tud róla. Miért ez egy film? Neked ez megvan, bocsátva, Feri. De egyébként ezt nem kérdezed viccből. Egy perc, pontosan 8 óra. Jövünk a játékokkal mindjárt, ha valakinek van friss közlekedés híre, küldje el nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Jó reggelt, Morning Show! Nagyon jó vagy. Gyönyörűek, mi? Nagyon Igen. Nagy melót tettél ebbe is. Nagyon rendes vagy, Feri. Beígértem mindenkinek, hogy adás végén pusziszkodhat veled, ha szépen kiabálok. Oh. Úgy, te annyira csináljál. Akkor én is kiabálok. Kiabálni akarok. Igen. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Gyerekek, bent hagytam a telefonomat, leültem nagyon okosan ide a mikrofon, vagy a hangszóró elé. Mi van? Ja, azt hittem beküldesz a telefon. Valaki mondja meg, hogy mennyi az idő. 8 óra múlt, ilyenkor mindig szoktam egy időt mondani, csak 13. Ott a torony óra. Látom, a kereszt rajta van, ja. Igen, 8 óra múlt, 13 perc, jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyunk Kecskeméten, és hát zajlik egy nagy-nagy gyűjtés, ugye, ami egy nagy iparági gyűjtés, tegnap tanultam ezt a szót, azért mondom, ennyi szemben nagyon tetszik egyébként, ugye? Én nagy néz ki rám, hogyha egy kis megerősítésre van szükséged, vagy elismerésre, én integetek, viszont ilyen király vagy, jól tudod. Igen, és segítünk egy picit, de nem csak mi, hanem az összes reggeli műsor a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak. Ugye van egy telefonszám, amiről kiderült, hogy erre lehet SMS-t is küldeni. Így ugye? És van, a 10-es számot kell elküldeni, tehát nem kiírva bötűvel, hanem számmal. 10, és akkor kapsz egy visszajelző SMS-t, hogy köszönik szépen a pénzösszeget. Így van, 13600, ez a telefonszám, kiderült, hogy közben hívni is lehet, azt tudtuk, de hogy írni is lehet SMS, 10-es kód, 250 forint, 10-ig gyűjt minden reggeli műsor, nem csak mi, Gáborék is, a Petőfin is, Juventus Rádió, tényleg mindenki, és megnézzük, hogy 4 óra alatt a reggeli műsorok mennyi pénzt tudnak összegyűjteni a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak, életmentő defibrillátorra kell, tehát a cél nemes, mindenki segítsen, holnap mondjuk mennyi jött össze, jó? Tegyétek meg, hogy a 13600-at felhívjátok, 250 forint egy mozdulat, és megvagytok. Elkobasztál egy telefont? Na, azt akarom kérdezni, hol van az SMS író funkció, az melyik? Az? Igen. Köszönöm. Jó. Mami. Nagyon jó. Nem akarok anyádnak írni, hanem hogy üres oldalt csináljál, légy szíves. Az ne haragudjatok, a Ferinek még egy Alcatel Vantage Easy-je van. Ne, na, vezetékes van. Egy Ericsson 198-asra csapatja még a Feri, és picit ezeket az új kütyüket meg nem annyira. Mondjuk cica, nem vagy nem nagy felhasználó, ismeri. Mert az SMS névárja, igen, és akkor, ja nem, hagyjad, ezt elbuktuk, ő maga se tudja, hogy hol van. Köszönöm szépen, meg vagyunk, igen. Azt mondja, nézd csak, írd be az üzenetet, vagy melyiket én akarod most? Én ezt szeretem egyébként a Feriben, ezt a fajta rámenőséget, picit sem tolakodok kivenni egy ebben a kezéből a saját telefonját, és küldeni róla egy SMS-t, vagy egy hívást, nullát, de úgy, nagyon szép az ügy. Az üzenet az, hogy csak 10, az üzenetet így. Úgy veszi el más telefonját, mint senki egyébként. Tehát, jó? Nagyon, nagyon meg a küldést. Kíváncsi vagyok, hogyha te tudsz emelt díjas SMS-t küldeni, tud, köszönöm szépen, odaadom a 250 forintot. Most jó. Nézzük meg a fotók, folderreket, hát ha találunk benne olyat, amit jobb egy pendrive-ra kimenteni. 300-at adok, jó? Na. Tessék. Kifizette? Egy igazi úri ember. Küldtünk mindenki? Nézek itt rátok. Tessék mindenkinek egyszer megfogni. Kölcsön tud adni te is a telefonod? Hát én nem hoztam. Nálam nincs. De nézd a ravasz, nem hoztam. Na, drágák vagytok, köszönjük szépen, 13600, jó? Tényleg, és hangsúlyozunk, nem arról szól, hogy melyik rádió mennyit gyűjt, nem versenyzünk senkivel. Tényleg nem ez a cél. Egyszerűen arról van szó, hogy mindenki segítsen. Jó helyre megy, higgyétek el. Hívás esetén azért várjátok meg, amíg a hölgy végigmondja a mondókáját, és utána kér egy kódot, ez a kód pedig a 10-es, amit szintén még be kell ütni hívás esetén. Na, a lányoknak itt mekkora fotomasinájuk van, látod? Igen, jó kis masinák. János, mondtam, hogy ott hol vagy, ez egy rádióműsor, légy szíves. Nem csináltam még régóta. Küldtetek számot? Természetesen. Nagyon helyes. Jól van. Na, hát gyerekek, elérkeztünk a napunk egyik fénypontjához. Amikor mi aljaskodni tudunk egy picit. János ezt nagyon szereti. Már a kezében a kérdőív egyébként. Természetesen itt van nálam. És beállítjuk játékosainkat a zuhany alá. Mi legyen ennek a neve? A celebben minden játéknak volt egy neve, tudod? Minden egyes, mi volt az bátorság próba, vagy feladat, amit végre hát kellett ennek hajtani? Van, ennek van, mert már kitaláltunk egyet, ez pedig a festék zuhany. Legyen ez a retteget zuhany. Azt a mindenség, belém fagyott a kis. Na, itt vannak a játékosaink, gyertek egy kicsit közelebb.
Hallottátok-e, hogy mi történt velünk Sopronban tegnap? Hát nem igazán. Nem igazán, te se tudod. De én igen. Te tudod, te hallgattál minket. Igen, neveket kérnék. Edina. Edina. Dani. Uh-huh. Edina és Dani. Egy pár vagytok? Igen. Mondjad? Igen. Egy pár vagytok, mióta vagytok együtt? 2,5 év lassan. 2,5 éve, hát akkor most még szeretitek egymást, nem? Ugye? 2,5 év az még, tehát az még... Szerinted 2,5 éve? Szerinted? Szerintem is. Látom, el van törve a kezed, mi történt? Elestem biciklivel, és magam alá tekeredtem. Azt hittem, a Dani nagyon megszeretett, mi? Oh. Ezt beszéltétek meg, mi? Ez a hivatalos, mi? Hogy elestél bringával. Jó van, ez ilyen kis, be kell nyúlni, ilyen viszketős, vakarós, ilyen pálcikás? Igen, olyan, de vonalzóval szoktam, mert az úgy... hajlik. Tudom, nekem is volt. Megőrülsz, főleg nyáron, ugye egy idő után már baromira viszket. Meddig van rajtad? 3 hét? 1 hónap? 2 hónapig lesz. Jézus Mária. Úristen, de ez egy ilyen régi típus, ez nem ez a... Nem műanyag. Nem műanyag? Nem műanyag. Azt mondták, hogy be volt dagadva ugye nagyon a kezem, uh-huh. És így még nem lakadták. Első ránézésre meg lehet mondani egyébként, hogy melyik az a baleseti sebészet, ami nagyon betározott az elkövetkező 30 évre gipszből magának, mert akkor szoktak ilyeneket feltenni. Emlékeztek, hogy ezt még úgy teszik fel, hogy ilyen hidegen, vizesen, és akkor hogy rajtad így megkeményedik? Vörösvári úti... volt semmivel törve. Nem soha. Volt? Soha. De egyszer megrúgott a tehén, nem? Meg, azt mondtad, de én visszarúgtam neki, tudod? Igen. És neki tört el, tudod? Meg neki. Amikor belegabajodott a lábad az istránkba, és 6 kilométeren keresztül húzott az ekós szekér. Jó, egy szívós gyerek voltál, Feri, szívós gyerek voltál. Ekós szekérni volt, hogy menjünk még egy kör, apu. Ne a lábamra a pálinkát, meg! Vörösvári úti STK, ott tettek rám ilyet egyébként, 2 havonta egyébként mindig el volt valamim törve. Jól van, na... Hát, te nem tudod, hogy milyen könyörtelennek kell lenned akkor most a saját pároddal, ugye? Fogalmad nincs. Hát azért valamennyi fogalmam van. Valamennyire fogalmad van. Ki dominál inkább a kapcsolatban? Nekem te tűnsz ilyen főnök típusnak. Tehát inkább te vagy az, aki megmondott, hogy mi legyen, nem? Hát tulajdonképpen nem, csak nekem nagyobb a szám. Neked nagyobb a szád. Aha. Igen. Egyébként, hogyha végignézünk rajtatok, akkor nekem is az jut az eszembe, hogy pici vagy, helyes vagy, de ez a Vénusz légycsapója típus. Ez a... De tényleg, ez a húsevő növény. A húsevő növény. Hát nézd, Dani egy szót nem mert szólni még eddig. Igen, Danikám, fáradjál be szépen a zuhanyba, jó? Érezd nagyon jól magad, és mulass nagyon jól, jó? Igen. Köszönöm, nem fogsz jól kinézni majd, ha ez a zuhany véget ér. Készültök-e bármi olyanra, Edina, ami lakás felújítással kapcsolatos? Készültök-e összeköltözni, van-e közös kis bérlemény, készül-e a család kifesteni a kis lakot, ahol vagytok? Ugyanis brutális mennyiségű festéket tudtok ezzel a játékkal nyerni. Hát ugye én jövőre megyek föl kollégiumba, szóval nálunk ez így nem igazán. És mi viszel magad a 30 liter polifárbe? Biztos, ami biztos. Megérkeztem a kollégiumba, tanár úr. Mondjad? Nem úgy, hanem hogy Daniéknál ugye ki kéne festeni egy pár szobát, meg azért nálunk is, tehát lenne helye a festéknek végül is. Milyen finom a mószerolta a barátját. Daniéknek ki kéne festeni néhány szobát. Finoman jelezte, hogy azért egy tisztasági festés Daniékra ráférne. És a nagymuternek is szólni kéne, hogy hagyja már azt a légycsapót, mert tele van szétnyomott, legyek kell a fa. Ja, Istenem, jó. Figyeljetek, ez nagyon jól jöhet, nagyon jó minőségű festékről van szó természetesen, és 50 litert lehet belőle nyerni, amiből uszkve. Akár 1000 négyzetmétert is ki lehet festeni, szerintem még a 3 éves évfordulótokra egy jó testfestésre is maradni fog belőle. Tényleg ünnepeltek évfordulót? Szoktunk, igen. Na, mikor van az évforduló, tessék? Január 22. És tudja? Hát most még 2,5 év után. Igen, 10 év után ez már, 10 év után ez már nem szokott. Dani, biztos az okni? Csak kérdezem, mert az okniba álltál be, vagy... Mond? Szerintem vegye le. Hát. Figyeljetek, én zokniban nagyon ott vagyok. Én azt gondolom, hogy ez kár lenne beáldozni. Nagyon helyes kis titok zokni. Én csak mondom, hogy teszünk fel majd az Instára képet, Jani tegnap zoknit stoppol. Tehát, hogy te azt hiszitek, hogy szórakozunk. De nem. De tudod miért? Hát mert van varrókészlet a szállodában, azt se otthon kell használni, ugye? Nem otthon fogy a cérna. Figyelj, nem hiszitek el, minden egyes cérnához külön tű volt bekészítve. Óriási. Figyelj, és mire húztad rá zoknit? Stoppolófád volt? Hát, korán van még ez, Feri, nem mondanám már. Keményebb, mint a stoppoló. Hallod, igen. És ha rosszul stoppolok, meg is büntetem magam rögtön. Na, oké, figyeljetek.
Ugye ez a dolog arról szól, Jani is elmondta, hogy festéket lehet nyerni. Nem vagyunk túl szigorúak ebben a játékban, igazából minden rossz válasznál egy kicsi adagot el kéne venni a festék mennyiségből, amit meg tudtok nyerni, de próbáljunk jól válaszolni. Egy ilyen kicsit, egyébként van egy ilyen természetjáró jellege, természettudományi jellege is ezeknek a kérdéseknek, mert hogy megtanulhatjuk, hogy melyik növény milyen színű. Ha már nem ismerjük meg őket, ha megyünk az erdőbe és vidáman eltapossuk, miközben megyünk a családdal, közben ugye mennyi minden jó tehet. Amikor Balázs végigigázol a természetvédelmi területen a négykerék meghajtásomat. Hogy tudok ebből is én rosszul kérni, aki nemzeti parkokban megy kvaddal? De nem csinálok ilyet, nem kvadozom, nem járok erdőbe autóval, tehát miért van az, hogy minden megszólásban mindig éljövök? Miki ér ezt a kanyart levágom? De az egy drótkerítés, nem szabad! Ja Istenem, fehér kócsakos tábla, itt nem szabad átalad! Ilyen csak az ablakot legalább leereszted? Jó, az igaz. Mi családdal elmegyünk dobogókörre, leengedjük az ablakot, veszünk egy nagy levegőt, és utána indulunk haza. És elindítja azért az ablaktörlőt is, hogy a természetvédelmi őröket lesodorja a motorháztető. Gyerekek, amikor én túrázni megyek, maximum ha lovagolok, annyi kárt teszek a természetben. Tehát életem egyszerültem kvadon. Persze 400 lóval a motorháztető alatt. Nem, akkor is csak lelőni tudtak róla az erdőkerülőt. Nem, az na. Egy homokbányában volt. Na, visszatérve. Nem teszünk kárt a természetben. Szeretjük a természetet. Ugye a kérdés arról szól, hogy melyik virág milyen színű, és ezt kellene neked kitalálni. Legalábbis megpróbálni megsatszolni. Jó? Itt, aki, nagyon sokan vagyunk itt már a téren, aki akar, nyugodtan segíthet. Uh-huh. Jaj, bocsánat! Hajrá! Rögtön bosszút áll. Ez tegnap is ez volt, csak mondom. Igen. Nem tudom lemosni magamról, hogy nem direkt. Van egy rohadmányos on, meg egy off gomb ezen a kicsit távirányítani, és én nagyon magyarázom, hogy csapkodok, gesztikulálok, abban a pillanatban megnyomom a gombot. Annyival csak, hogy görcsösen meg szeretnék felelni a főszponzor elvárásainak, és azért Balázsnak az összes ujja be van állva, és állod a megnyom rajta minden gombot. Hát gyerekek, igen. Itt a szponzor, látnia kell, hogy folyik a festék, már sem vége a turné. Rommá szivatunk mindenkit. Na figyelj. Szóval minden egyes fantázia névhez ugye kapcsolódik egy szín, és hát természetesen nem fogunk olyanokat kérdezni, hogy vajon milyen színű a megybordó fantázia névre hallgató festék, ezért olyanok lesznek, mint például a kosbor, vagy a moha. Mennyire vagytok természetben járóak? Hát egyikünk se igazán szokott természetben járni, mert mind a ketten allergiásak vagyunk, úgyhogy... Jaj, bocsánat, élek. Mindenkit leköptem itt az első három sorban, elnézést. Mind a ketten allergiásak azért vagyunk. A szomorú magyar valóság. Ugye mennyit jártok természetben? Nem járunk, mert allergiásak vagyunk, igen. De nem is mentek egy romantikus sétára az erdőbe, csak kankalint szedni, vagy mit a kökörcsit gyűjteni, nem csináltok soha ilyet? Hát nagykőrösön nem igazán tudunk milyen erdőbe menni, szóval nem hát gyakorlás. Tényleg azért nagykőrös, komolyan. Aha. Azt a világváros csak a beton, mi? Aha. Ne mondd már nekem! Hát azért csak vannak ott fák, folyópart. Fák azok vannak, tehát sétálgatni szoktunk persze, de hogy most elmenjünk egy erdőbe, hogy egész nap túráznunk, az nem. Nem volt olyan, hogy Dani belegyűrt a pólója alá egy pokrócot, fogta a kezed, és azt mondta, hogy terhes vagyok. Nem a 8. hónapban vagyok kincsem, nem akartam elmondani korábban, de most jön a 3. évforduló. Ja, már a neve is megvan. A Dani nem lesz terhes, te férfival. És fogta, hogy leterítette a pokrócot, megterítette egy piros kis terítővel, elővette a kosárkát, a frissen sült kalácsot. És utána pedig napokig próbáltatok kibányászni egymás testéből a kullancsokat. Nem volt ilyen, Dani, nem ez a típus? Ez a nagyon romantikus típus? Hát, végül is ilyen konkrétan nem volt. De igazából nem is nagyon van rá igényem, mert hogy most széttüsszögjem a lelkét. Igen, mondjuk egyébként... Mennyi romantika, Istenem! Mennyi romantika, még egyébként megértem, tehát két tüsszögő ember a réten azért az elég elmahat. Tehát az, hogy elég nyomorult azért. Megértem, hogy mondd, nem mentek mezőre. Szeretlek! Lassan olyanok vagyunk, mint valami allergia ellenes cég szponzorálja bennünket egyébként. Ha már allergiád van, itt van nálunk ez a gyógyszer. Na, egyébként csak mondom, hogy élő streamünk van a Klassz FM Twitter oldalán. A Periscope appet kell letölteni, jelentsen ez a Periscope bármit is. És ezen az appen keresztül tudjátok nézni élőben, ahogy Dani megfürdik a kökörcsin színeiben. Többek között, jó? Mert hogy valószínűleg fürdeni fog. Na, nézzük az elsőt, tessék! Na, figyeljetek! Így szól az első kérdés. 10 liter festékért. Milyen szín kapcsolódik szerinted a súlyom fantázia névhez? Ha még egyszer elmondod, hogy allergiásak vagyunk. nem tudom, allergiásak vagyunk. Mondj egy színt, vagy nyomd meg a gombot. Ez a legkegyetlenebb. Neked kell ellocsolni a saját barátodat. Ne ellocsolom én. Na, mi volt a kérdés, Ani? Mi volt? Súlyom. Súlyom. Milyen színű lehet, hogy ki mondott, hogy súlyom? Súlyom. 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 Sárga, hogy... Aha. Nem szabad nekünk bedőlni, nem azért mondom, hogy súlyom, csak hogy ízlelgessük. Milyen színű a súlyom? Így van. A szürke.
adj neki! A súlyom olyan keményen szürke, hogy valami hihetetlen szerintem. Egészen közel voltunk, egészen közel voltunk egyébként, egészen közel. Egészen közel. Most folyik el az 5 liter festék, Daniék kis szobája már nem kap tisztasági festést, és most a másik 5 liter. 10 literre, 10 literrel kevesebb. 10 litert mondtál, úgyhogy hagyd még, hagyd csorogjon. Te is szereted, mi? Nézzük a következő kérdést. 10 liter mínuszban vagyunk. Képzeljétek magatok elé a szituációt, amikor nagykörös, amikor nagykörös határában álltak kint a kis piknikkosaraitokkal, a kis kockás abroszotokkal, és akkor azt mondja neked Dani, hogy Istenem, te gyönyörű ez a sok hunyor. Hunyor? Milyen színű lehet a hunyor? A hunyor. Zöld, nem? Igen! Zöld! Nagyon jó. Nyomj egy jó az? Ja, nem. A hunyor visszajöttél zöld. A 10 liter festékkel, tehát nullán tökélem. Vagytok. Nagyon jó, most vagytok nullán, így van. Nagyon jó, Edina, ez honnan ment? Ismerted esetleg? Igen. Hogy? Anya régen tanyán élt. Amikor még nem volt allergiás? Anya nem allergiás, csak én vagyok. Oké, okay, tehát anya tanyán élt. Jó, és ismerem. És ő elmondta neked. Jó, mi a következő, Jani? Na, a következő a fenyőspárga. De szép neve van, fenyőspárga. Fenyőspárga. Fenyőspárga, milyen színű lehet? Kell asszociálnunk? Segíts egy kicsit, fenyő. Így van, nem, itt arról van szó, hogy egyébként a Polifárbe ennek a festéknek a nevét egy korábbi Hungária koncerten bekövetkezett baleset. Annyira beégett a tulajdonosoknak az a kép, amikor a fenyőspárga. Miki lecsúszott, és aztán mondták, hogy technikai szünetet kérnek. Doli odaszala, Róli is. Ez viszont a tulajdonos úrnak annyira beégett, hogy azóta az egyik festékét így hívja. Fenyőspárga, Edina. Halvány zöld, vagy halvány sárga. Vagy halvány lila, vagy halvány kék. Benne van a négyben, amit mondtunk? Hát, én azt mondom nektek, hogy nem. Nagyon jó, egy picit akkor meglocsoljuk a pasidat, jó, csak hogy hagy érezze. Most ment el a Nagyi szobájának felújítása. Aha. Ebben a pillanatban. Nagyi nem lesz boldog, mert az agyoncsapott szúnyogok miatt kellett volna egy tisztasági festés. Állj egy kicsit előrébb. Egy picit nyugodtan. Mindenhova megy. Na, viszont a Nagyi tényleg panaszkodik. Marad a hengerelt, van 62 hét a ilyen, hogy rohadjatok. Igen, Nagyi most ha hallgatja az adást, már nagyon szomorú. Igen. Mennyit játszottunk el eddig? 20 liter mínusz és 10 liter plusz, tehát ti tartoztok nekünk 10 liter festékkel. Ki kéne ideugrani a barkácsáróházba és hozni nekünk 10 liter. Na nézzük akkor az utolsó kettőt, jó Jani? Jó, ez egy picit könnyebb lesz. Tűzlilium. Tűzlilium, de szép neve van, Edina, tűzlilium. Milyen színű lehet a tűzlilium? Ó, hát itt van egy kis sugás, esetleg tudod? Igen? Vöröses barnára gondolsz. Vöröses barnára gondolsz. Uh-huh. Nézem János arcát, de egyelőre a tekintete teljesen zavaros. Itt reggel 6-tól mindig. Átszellemű pillanatokon olvasom. Rosszul fogja a papírt, fordítsd meg a másik oldalon. Na, Edina, mit mondasz? Hiszek neki, hogy biztos. Hiszel neki. Vagyis akkor tűzbarna. Mit mondtál? Vöröses barna. János? És így van. Komolyan? Így van. Állítsátok ki, diszkvalifikáljátok a segítséget. Valamit tud, vagy megszerzett egy prospektus. Ez már a Polifájban munkatársának, hogy hittál az első sor. Igen, tulajdonos azt, hogy köszönjük szépen, hogy ön is kijött. Jó, az utolsót nézzük meg akkor, hogy mennyi festékkel zárult a mai hihetetlenül jól sikerült versenyünket. Uh-huh. Na, hát a következő szituáció, álltok ugye a természetvédelmi területnek a szélén. Nagyon tűzszögtök. És azt mondja, nagyon tűzszögtök. És egyszer csak eljön Balázs autóval. De még azért. Dani azt mondja, hogy ó, de csodálatos, ahogy a nap lebukik a bükkönysor mögött. Bükkönysor. Mondja ezt neked, hogy a nap lebukik, Edina, a bükkönysor mögött. És utána azt mondja, hogy jaj, az utolsó volábuszban! És elkezdtek rohanni. Kék, nem? Kék! Nagyon jó, segítséget meghallgatjuk, tulajdonos asszony. Barna vagy sárga. Barna vagy sárga, így van. János, mi a jó válasz? Csak kültag a hölgy, ezek szerint, mert a bükköny az sötét zöld. Zuhajd neki, mondtál zöldet? Nem mondtál? Na, hát most folyik el a konyhátok festése ebben a pillanatban. A nagy szobátok is már elment jelen pillanatban. Mit akartatok még kifesteni? Nálunk két szobát, náluk is kettőt, de hát akkor... Így hát van. Ezért már hallod ezt a szép hangot? Most folyik el. Most igen. Igen, és ahogy látom, most fogyott el a festék a csőből, ez pedig már nitrohigító, amit most kap. Na jól van, oké, Ferikém, te vagy a matek zseni. Nem állunk jól, gyerekek. Hogy állunk akkor? Minusz 30 és plusz 20. Tehát az minusz 10. Minusz 10 liter festéknél vagyunk. Ugye, ha az 50 litert nézzük, akkor ebből elbuktak 30 litert, és megtartottak 20-at, ha így nézzük, akkor 20 liter festékük van. Én ebben egyetértek. Én is azért mondom. A 20 liter az szerintem egy vállalható mennyiség. Az egészet azért ne adjuk oda. Volt egy-két hiányosság, tudjuk be ezt az allergiának, de egy 20 litert odaadhatunk, nem? Jó. Figyelj, csapjunk mellé még egy 10-est. Az én részemből.
Miért te már kugyarát a 40 litert? Hát tegnap este leszettem a platóról. Tudod, hát festeni náluk is kell. Mit mond Kecskemét? Megérdemli-e a két fiatal a 30 liter? Megérdem. Az előbb még nemet mondtál. Hátulról, aki hallottam, hát tudom, valaki két nagyon durva nemet benyomott. Igen, azonnal. Jól van. Edina, Dani, ügyesek vagytok. Megszolgáltatok 20 liter. Jó? A nagyi szobája kimarad. Már fogjátok a látására, hogy jó az nagy. Jó az nagyikám. Májvát kértem. Ez májva, mama! Az olvasó szemüvege van. Májva, ez májva. Fogjátok a szemüvegre, mama szobája kimarad, a többit meg tudjátok csinálni. 20 liter is sok azért, tényleg. Jó? Jó, persze, köszönjük. Na, ügyesek voltatok, Edina, Dani, köszönjük szépen. Holnap is játszunk egyébként ilyet. Mondjuk Bajai Salgótarjáni és budapesti hallgatóinak, hogy ők is készülhetnek, tanulmányozzák az erdő virágait, nem? És akkor lehet egy kicsit készülni. Természetesen. És azért ne felejtsük el, hogy hátra van még egy olyan játék, a világ amikor egy negyedik generációs harci robot fog hasítani Kecskemét utcáin a robotfűnyíróját. Csak mondom, gyerekek, tegnap este rám csörgött Eccleston, meg akarja venni a közvetítési jogokat. Tehát azt mondta, hogy belehallgatott a tegnapi fűnyíró verseny, azt mondta, bármi történt ott Sopronban, ez kell neki. És Szújozom játigazol erre a három napra még hozzá. Igen, ott hagyja az MTV-et. 8:30 múlt pontosan 4 perccel, várunk friss közlekedési híreket, csak mondom, hogy baleset van az M0-áson, az M1-es felé a Deák Ferenc híd előtt. Josi küldte nekünk, valamint trafipaxoznak az M2-esen a csörögi lehajtó előtt civil feliratos kisbusz mögé kihelyezett állványról, a régi kis kamerával. Ez Seri küldte nekünk, köszönjük szépen, jövünk Ákos hírei után. 3:49 múlt pontosan 2 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek itt Kecskeméten, a Deák téren vagyunk még mindig, és már mondjuk, hogy 10 óra után értelemszerűen ugye megyünk tovább, méghozzá Bajára. Baján még nem voltunk, nagyon várjuk, és Baján a Tóth Kálmán téren leszünk majd holnap reggel. Ugye 6 órától. Így van, ott fogok szuszogni majd a mikrofon mögött, mert valószínűleg túladagolásban fogok szenvedni, mert hogy tejfölös túros gyufatésztát fogok fogyasztani. Nem egy nagyon jó étterembe. És meg van már, tudsz mindent? Igen. Igen, azt hiszem, egy olyan étteremben megyek, ami egy fáról kapta a nevét. Uh-huh. Ez nagyon jó. Nem baj, hogy nem tartok veled? Na. De már egy hete ezt hallgatom, hogy mit eszel majd Gyulán, vagy Baján. De nagyon kívánom neked, hogy jó tegyél tényleg, mert egy hétig frusztrált leszel, ha nem fogsz jót tenni. Úgyhogy reszkesen. Általában, amikor valamire így rákészülsz, akkor mindig az van, hogy cumesz. Bizony. Nem akarok neked rosszat, érted? Ezt csak úgy mondtam. Figyelj, csak mondom egyébként, hogy tegnap is milyen tésztát toltam. Én is tudom, hogy tudtál aludni. Csúsza, alápirítva egy kis asszalt paradicsommal, gombával, az egész sajttal megöntve, és végül pedig serpenyőben megsütve. Mindez 9:30. Az vagy 3:30. Egyébként igen. Egy kicsi süti. Na. Kicsi süti ki, aztán hajtsik. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Margit hídon Budapest felé 3-as karamból alakul a dugó. Aki tud, kerüljön. Szilvi, köszönjük szépen. Az M5-ös jójárható azt mondja, hogy az út szélén áll egy stoppos, ez nem János, sajnos. Ramosz küldte nekünk. Baleset az M7-esen Budapest felé 69 és 68-as kilométer között, még nincs helyszínelés. És az M7-esen az 58-as kilométer körül is történt baleset. Lehet, hogy a kettő ugyanaz, csak valaki 10 kilométer eltéréssel írta, nem tudom. Két autó ütközött, az autók és a törmelék két sávot foglal el. Hello, fiúk, éppen orvoshoz készülök a nagyfiam, majd előtte megnézlek titeket, abban a reményben, hogy legalább egy autogramot kapok tőletek, ha ajándékcsomagot nem is. Egyébként 60 kilométert utaztunk. Puszi, Ildi. Ildi hol van? Ildi még nincs itt. Ildi még nincs itt. Jó, ha itt vagy, Ildi, szóljál, jó? Ha beteg a gyermek, akkor természetesen adunk neki. Meggyógyítod? Ha a kézzel. Ha beteg a gyerek, akkor meggyógyítom. Igen, gyere ide, hocsinak már. Kelj fel és jár, nem érted? Igen. De tudok járni. Ne, hát csak akkor gondoltam, hogy ha már tényleg beteg a gyermek, akkor hát egy kicsit jobb kedve lesz dokihoz vinni, azért az nagy macera, akinek gyereke van, tudja, hát ha adunk neki egy kis ajándékot, egy nyakbakasztot, egy baseball sapkát, hát a picit jobb kedve lesz. Jó? Ildi, ha itt vagytok, akkor szóljál, és valamit szerzünk a lurk hogy egy kicsit jobb kedve legyen. Igen, valóban ezt mondtam. Igen. Gödöllőn 3-as úton a hévátjára után trafi a Pest felől jövőket mérik, ez pedig Cowboy küldte nekünk, köszönjük szépen, mi pedig már is 3-as ugrást játszunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, fiatalok! Hello, Bello! Ja. Szia! Hello, hogy hívnál? Krisztián. Gabi. Gabi és Krisztián. Hello, honnan jöttetek? Kecskemét. Kunszálás. Kecskemét, Kunszálás. Jöttek, nem egy pár vagytok, csak összeálltatok. Összeálltatok a játék kedvéért? Osztálytársak. Osztálytársak! Nagyon klassz. Bírjátok egymást?
Hogy tudok mindig így bekérdezni? A testtartásból látom, hogy mit kell kérdezni. Tehát ez a gyerekek, azért 15 év, 15 év. Gabi, nem vagytok a legjobbak, hát barátok? Nem. De miért? Történt valami, amikor összekerültetek, ahol Krisztián elrúgta kicsit a pöttyöst? Vagy... Nem. Az nagy az osztály. Még nem történt. Nagy az osztály. Inkább csajokkal barátkozol, Gabi, gondolom. Nem, hogy barátnők igen. vannak. Krisztián, te inkább barizol, nem? Gondolom. Ő is a csajokkal barátkozna, csak nem megy. Hát nem, gondolom, a fiúk azért inkább fiúkkal bandáznak, fociznak, a csajok meg megbeszélik a csajos dolgokat inkább barátnőkkel, nem, Krisztián? De. Van olyan lány, akiben jóban vagy egyébként? Persze. Igen? Csak az nem Gabi. Hogy fogtok így együtt játszani? Hát itt együtt kell működni. Megoldjuk. Megoldjátok. Mit tanultok egyébként, Krisztián? Vendéglátás. Vendéglátás. Hmm. Nem, János, ne kezd el mondani, hogy ettél olyan túlszállt, olyan nem érdekel. Nem érdekel. Gabi, te mi leszel vendéglátáson belül? Minek készülsz? Pincér. Pincér. És te is készülsz elhagyni kis hazánkat, mint ahogy nagyon sokan, akik nem, egyébként pincérkednek, te itt szeretnéd ezt. Uh-huh. Hogy pincér ez így jött? Vagy valaki a családban már pincérkedik? Hát, vagy, egy régi pincér dinasztiának a sarja, vagy esetleg. Csak úgy jött. Aha, Krisztián, te mit fogsz csinálni? Konyha. Szakács. Hát akkor nem találkoztok, ha egy étteremben lesznek, hát az jó, nem? De az ételkiadónál találkoznak. Az igaz. Egy ilyen hosszú pult lesz, és csak kilökik. Tessék, köszi! Ki. Ez a középsuli egyébként? Igen. Vannak még osztálykirándulások, Gabi? Mentek még ilyen nagy csapatépítő? Mert Balázs menne. Vigyetek már el, nincsenek barátai. Nem, csak kérdezem, hogy nem jártok ilyen helyekre? Tavaly voltunk. És? Ott vezető, ahogy nézem, ott vezető. Krisztiánnak senki nem szólt, nem. Krisztián, vagy kiesett neki az a három nap, mert semmire nem emlékszik, vagy neki nem szólt senki. Krisztián, te nem voltál? De, csak... Nem emlékszik. Csak nem emlékszel. Sűrű három nap volt. Merre voltatok osztálykirándulásom, Gabi? Nem tudom. Krisztián? Igen. Csak ültél a buszon és mentél a többiek után. Végül is minek kérdezni? Ez tök jó. Ja, Istenem, jó is az, irigyellek benneteket, komolyan mondom. Ne irigyeljünk meneteket. Amíg tanulsz, nincs gondom, most ez jön. Addig örülj, amíg tanulsz. Nem azért mondom, de az alapján, amit itt hallottunk, Krisztián, nem irigli senki most. Szeretek tanulni egyébként, Krisztián, vagy már gyűlölöd, és már inkább mennél melózni? Igazából mindegy. Nagyon szép jövőkép. Ezt szeretem az ifjúságban, hogy akarnak, hogy van jövőkép, hogy tudnak. Igazából minden. Ja, most itt vagyok, ha megyek máshova, ott leszek. Gabi, szeretsz tanulni, vagy te inkább már dolgoznám? Hm? Hát nem szeretek tanulni. Egy hülye? Egyébként a kérdés is hülye, mondjátok még, olyan hülye vagy Balázs. Hát ki, hogy tudsz egy diáktól olyat kérdezni, hogy szeretett tanulni? Mit te szerettél? Te nem hülye vagy. Na, ez az. Úristen. Balázs, rossz a kérdés, nincs olyan, aki persze, jaj, de szeretek tanulni. Jó, de nem, van ilyen ember. Szerintem egyébként átlagosan, azt gondolom, hogy a 33,3% szeret tanulni. Most gondolj csak ránk. Hármunkra. Bizony. Itt van egy ember, igen. Aki azért szeretett tanulni. Én nagyon-nagyon-nagyon imádtam, és nagyon sajnálom, hogy te így gondolsz az iskolás éveidre, Balázs. Feri még egyedül ment szerenádozni is. Akkor, amikor a többiek nem is. És mondták, hogy Feri 6 éve elban laktál, most már hagyd abban. Már nem kell minden évben jönni szerenádozni. Már nem tanítunk, már nem kell a jó pont. Terikenél, én vagyok az a hetedik már ezen a héten, Feri, takarodjál már haza, nincs más dolga. De most hallgassa meg tőlem azt, hogy... A börtön. Oda fogok jutni, igen, mert lemegyek és kicsinállak neki is. Nem énekeltük a börtön ablakában szerenátkor. De mit énekeltetek? Arra már nem emlékszem, de ezt nem. Édesanyám, kedves anyám, egyszer már csak igaz lesz, te kussolj el! Szerenádoztál már valaha, Krisztián? Hm? Persze. Igen? Na. Hogy? Hát most ballagunk. Ja, most ballagtok, és már volt szerenád? Igen. Mit toltatok? Mit nyomtatok? Most múlik pontosan. Szállják is madár. Most múlik pontosan. Az szép. Azt szeretem azt a dalt. A szállják is madár, azt is szeretem. Én minden dalt szeretek? Úton. Igen. 67-es út. Te minden dalt szeret, Barács? Igen, én minden dalt szeretek. Mert az első kérdés? Persze. Jól van. Hát, ha megszeretitek egymást a játék végére. Egyébként ezt kétlem, de azért most én mi láttuk az arckifejezéseket, nem. Igen, a kommunikációtok alapján erre nyilván nagyon kicsi az esély. Így szól az első kérdés. Milyen nemzetiségű az egyslágeres Europe zenekar? Nem egyslágeres. Nincs ide, mert én beletettem. A Europe zenekar milyen nemzetiségű? Beszéljetek meg, vitassátok meg, működjetek. Ismeritek a zenekart? Nem. Fogalmuk nincs a Europe zenekarról. Nincs meg a Final Countdown. Nincs meg. Az nekem sem. A végső visszaszámlálás. Nincs meg nektek ez a dal. Hol éltek? Holdon. Milyen zenét szerettek? Gabi? Hát, well, hello. Nem ilyet. Well, hello. Krisztián? Semmilyen. Well, hello. Vagy mit szerettek? Krisztián? Minden evő. Azt hittem azt mondom, mindegy.
Europe zenekar. Nincs meg ilyen nagy tupír, egy sláger, őrült gitárszóló, ebből élnek 30 éve. Na mondjuk így, nekem sincs meg. Ugye? Ugye, hogy most már jön? Nem. Akkor már? mondjatok egy országot. Mit csinál a kapus, ha beáll a kapuba? Na. Aha, mondjatok egy országot. Svéd. Aha, érted? Főleg úgy, hogy ami drága Zsuzsink, a promóciós lányunk megmentette a játékot és lesúgta. Így van, svéd, jól így válasz, van. Őrület, és tudják, hogy hasítanak. Így van. Ha gondolatnál egy országra, a világ összes országa közül, melyik lenne az? Svéd. Menjünk tovább. Baseball sapkáért, így szól a második kérdés. Hogy nevezik a sajt és a túrókészítés melléktermékeként keletkező folyadékot? Gyerekek. Tejsavó. De ezt tudja! Megtaláltam otthon a tejipari technológia könyvemet, abból másoltam ki a kérdést, és tudja. Tessék! Ez a savó. Így van. Tudtad, Gabi? Nyugtass meg, ezt neked is tudni kell. Ebben a pillanatban szeretett bele Krisztián. Nem, ezt látom rajta, ez még nem történt meg. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Neked. Azt hittem, azt mondod, nekem mindig. Gabi, menjünk tovább, vagy inkább megállnál? Menjünk. Igen, menjünk. Jó, így szól a harmadik kérdés. Melyik szigetről próbált Szárnyak segítségével elmenekülni a mondabeli Ikarosz? Kréta. Megvilágosodott! De ezt hogy? Mert a klasszikus műveltség megvan, de az egyzenekarosok, érted, hogy egy dalos egyzenekaros. Eredetileg klasszika, filológia, mitológia szakra jelentkeztem, de csak a vendéglátóiparban. Krisztián, ez oda volt elég a pont. Hallod? Ügyes vagy. Nagyon jó. Emlékeztél rá, vagy ne adj Isten, olvastad? Hát könnyű. Könnyű, egyébként tényleg könnyű. Gabi, neked is ment volna? Nem ment volna. Igazából nekem már mindegy is, hogy Gabi beleszerette Krisztiába vagy sem, mert én beleszerettem. Tudta a tejsavot és krétát is. Tejsavot és krétát. Jól van, Gabi és Krisztián, kaptok ajándékcsomagot. Jó. Bár úgy tűnik, hogy nektek igazából mindegy. Osszátok el, osszátok be, és köszönjük, hogy itt voltatok. Jó? Vigyázzatok magatokra. Aztán találkozunk az étteremben. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Zsül, hazamegyek, a bal vesédet fogom kivenni először. Az egészen biztos rám keverte a szignált. Oké, Gabi, Krisztián, köszi nektek, puszi, csáó, sziasztok. Köszönjük. Hello, bello. 2 perc van pontosan 9 óra, gyerekek, Bernie Eccleston jelezte, hogy már nagyon várja a fűnyíró futamot. Már ott is áll a gép mellett. Gyerekeket, idős nagymamákat arrébb vinni, nehogy kaszabolás legyen. Nem sokára izzítjuk, felbőgnek a motorok. És jön a fűnyíró verseny. Van. Legjobb tudomásunk szerint egyébként a Magyar Honvédség is jelenleg azon gondolkodik, hogy ne Leopárd 2-es harckocsikat rendeljen be, hanem ME-235-ös robotfűnyírókat a Vigintől. Ezzel jövünk Ákos hírei után. Szeretlek, Borzsik! Jó reggel! Szeretlek, Balázs! A hang alapján, ha nem nézek oda, kicsit mélyebb volt, mondom, ajjaj, örüljek, igen, vagy ne örüljek. Nem a ranka. A mi korunkban már ennek is örülünk. 9 óra múlt 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello Kecskemét, itt vagyunk a Deák téren. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Excuse me. Itt vagyunk már is, gyorsan egy-két közlekedés hír. Gyerekek, egyedül hagytatok itt a Gyüveg stúdióban, már mindenki a fűnyíró versenyre készül? Így van. Valami izgalmas, és vagy te. Vagyok én, ugye a közlekedési hírekkel. Azt mondja, hogy srácok, bármit megteszek egy bögrérde, komolyan itt vagyok veletek 6 óta, jó a műsor, Peti. Hol vagy, Peti? Ki az, hol a Peti? Petikém, szevasz, örülünk, hogy itt vagy. Azt mondja, hogy... Igen, további jó szórakozás. Reméljük, hogy nagyon jól érzed magad. Petikém, meglátjuk, hogy mit találunk, jó? Nagyon sokan kérnek így SMS-ben tőlünk még ezt is, azt, hát egy kamionnyi ajándék sem lenne elég egyébként. De valamit majd próbálunk kitalálni, hogy mi legyen. Azt mondja, hogy M6-oson fotóznak Budapest felé a 41-es kilométernél, valamint az M5-ös Pest felé Dabas után torlódik. Csüres küldte nekünk, ékezet nélkül, akkor Csüres, így van, Bali, kitaláltak. Nem egyszerű, néha ékezette, néha ékezet nélkül, ki hogy szereti. M7-es Balaton fele 28-as, 29-es kilométer között torlódik, méghozzá 1 kilométeren keresztül, ott is vigyázzon mindenki, és ugyanezen az autópályán, az M7-esen a 70-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon szintén történt egy baleset. Úgy, gyerekek, mindenki Balatonra megy, vagy mi van az M7-esen? És mi is, csak mondom. Ráadásul mi is Balatonra megyünk. Így van.
Igen, ma, mi ma Ferivel megyünk egy konferenciára. Fürcsizünk egyet Siófokon, és utána lecsapatunk Bajára, mert közel van. De érzed azért, ezt, ízlelgessük ezt, hogy Feri igen. És Bali egy konferencia. Milyen életidegenek leszünk mi ott. Mindenki öltönyben, zakóban, intelligens emberek között számunkra. Kérdezem a Balázs, te mondom, Balázs, ha kiöltözöl délutánra, megyünk egy ilyen óriás nagy rádiós tévés konferencia van, és akkor megyünk ott a kicsit szerepelni, kiöltözök. Azt mondja, figyelj, persze, igen, így, ahogy most vagyok. Mutatnám a rövidújú pólóját, fehér sportcipőt. Mindenki öltönyben, úgy képzeljétek el, igen, megérkezünk ketten nagyon, nagyon jól öltözve. Igen, egy kerekasztal beszélgetés lesz, de hogy tényleg, szóval nem is értem, hogy... Hogy miről? Hogy mit tudnánk mi mondani? Amin ketten vesztek részt. Feri, mit szólsz ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet az a médiában? Kedves azt Balázs. Gondolom, hogy szokmai alapokra helyezve ezt a beszélgetést. Csak mondom, teltház van. Teltház van. Egy gombos tűnyi hely sincs már a kerekasztal beszélgetésre. Miért egy liftbe rendezik? Ne, rohadjál meg. 150 fős előadó teremben leszünk egyébként. Csak mondom, kerekasztal beszélgetésen. Na, de ennyit erről. Na, Bernie már jelezte, hogy játszanam? Hát Bernie kicsi? Már megbújt a igen? Háttérben, és nézi. Hát srácok, nézi a versenyt. Srácok, ez csak egy kis megméretetés a világuralom előtt. A robotfűnyírógép számára nem sok erőntudatára ébred. Kérlek, engedjétek át ott Balást. Én mindent vagyok. A kéznek, semmit a szemnek, hanem fordítva. Valaki megfogta a fenekem, gyerekek. Ahogy átjöttem a tömegen, valaki alám nyújt. Pár év múlva, ha nyújtott, akkor se fogják majd. Addig örülj neki, amit megfogják. Egyébként így van. Itt vannak a mi játékosaink. Hello. Szia. Hogy hívnak? Barbie. És tégen? Hello, Ági. Ági Barbie. Gyerekek. Ági tök úgy néz ki, mint a tegnapi játékosunk. Igen. De nem. De nem. Nem, nem jössz utánunk? Biztos? Nem üldözöl? Minden holnap álszakálban, bajuszban, csütörtökön, baseball sapkában, pénteken, cowboy kalapban. Mindig ő játszik, igen. Na, hát hogy megy ez a bizonyos fűnyírás, Ági? Kipróbáltam, és egész jól ment. Nem arra gondoltam, amit az előbb már tesztüzembe öntél, hanem otthon. Van-e lehetőség füvet nyírni? Telek, családi ház... Úgy érti Balázs, hogy van fűnálatok, 12 és fél hektár. Azt a mindenit! Ez a családi kert? Hát igen. Életkedtek, hol laksz, ne haragudj. Lajos Mizse. Az igen. Már 12 és fél hektár a földetek? Ami, igen. Uh-huh. Gyerek igen. Van? Nincs. Nincsen? Nincs. Azért magam elég képzelem. Kincsen, menjél csak nyugodtan játszani, itt a hideg élelem. Elmegy négy napra. Azért. És mi ez, gyümölcsös vagy belterület? Gyümölcsös. Fű. Na, virágos, tetszik a lenne helye. Ott a helyem nálatok. Igen, ahol fű van, a Balázs is. Ott van zavarodott tekintet. Alul öltözött. Elzárkozom, minden. Ja, abszolút elzárkozom. És mit termeltek még a fűben kívül? Abszolút. Tényleg, kettelés. Kettelésből az. Kettelésből mondjuk az ember egy ilyen 150 négyzetméterre azért bevet ezzel azzal, de hát neked egy picit földet többa? Adtak egyszerre. Azt a minden segít neki is. És van ember, aki ezt rendben tartja? Vagy csak úgy kimentek aztán, ami éppen érik lesz egyedül? Nem, azért van segítség. Gyümölcsfák, perföld, 600 minden. 600 darab megyfa. 600 darab megyfa. Az igen. Kimegyek reggelenként az exkavátorra. Egyedül? Hát óriási nagy fűnyíró traktorunk van, tehát... Hát akkor neked ebben a játékban nagyon kell menned. Tehát hát... ilyen rutinod van a hektárokban, akkor nem. Nagyon kemény. És egyedül szeded le a megyfákat? Nem, azért arra is van ember. Lekvár vagy pálinka? Csak is pálinka. Jöhet mind a kettő Feriké. Lekvárból már kinőttem. De jó duma, a lekvárból nem volt kinőttem. Időm, tehát apa csinálja a pálinkát. Na jól van, de hát Feri, nektek a fűnyírás az ismerős, hát te is sokat nyírtál füvet régen, nem? Mi úgy csináltuk, hogy megfogtad a kecske hátsó lábát, megemelted és toltad előre. És akkor egy csíkba nyomta. De Feri, kaszáltak még, nem? Hogyne, persze, azért is meg a fél lábam egyszer leváltam. Laci bátyám! Hogy vagyunk? Barbikám, te hogy állsz a fűvel? Nem igazán szoktam nyírni. Nem szoktál nyírni? Azért, mert nincs, vagy azért, mert nem szeretsz? Nem szeretek. Nem szeretek. Igen, hát azért az nehéz. Hát akkor neked találták ki a robotfűnyírót. Ki az urad a vágja? Nem. Szüleim, sógorom. Tehát mindenki dolgoztatsz a lakókörnyezetben, csak te egyedül nem. Igen. Van, aki szereti egyébként, nagyon sokan szeretik, hogy ez egy meditatív állapot, kimész, írod a füvet. Tudjuk, te is a kertészettel, meg a fodorment. Én akkor a fűnyíró vagyok, gyerekek. Persze. A múltkor is meséltek neki a kertészek, hogy megy ez. Nem értette. Akkor a fűnyíró vagyok. És hogy szeretnéd, Balázs? Balról, jobbról, balra lesz. Na, hát akkor ki kezdi, Ági vagy Barbie? Barbie. Barbikám, kezdtem. Jó fiatalság, kezdj.
1 perc 12 másodpercünk van, az a csúcs. Tegnap ugye egy férfi állította be az első játékosunk, a hölgy pedig 1 perc 32 másodperc, amit csinált tegnap. 1-12 a körrekordunk? 1-12 a rekordunk. A legjobb köridő? Igen. 1-12. Nekem 35 másodperc, ez közvetlenül katonasság után volt. Na, megfogod akkor ezt a kis fűnyírót, jó? Barbikám ügyesem. Aha. És végig szlalomozol a pályán, de visszafelé nem kell jönni, mert láttuk a tegnapi játékosokat, és szabályt módosítottunk. Az a baj, hogy makacskodik a gép. Most már tényleg az öntudatra ébredésnek a határán van, és nagyon nehéz irányítani. Igen, egy új Skynet lesz, hogy egyszer csak az öntudatára ébred. Visszafelé egyenesen kell jönni. Jó? Nem kell. A késebben benne van? Van benne kés? Nagyon jó. Akkor álljál arrébb, mert a fehér sportcipőn a vér rosszul mutat. Ajajajaj, igen. Marconak is jószág egyébként. Hanyas a lábad? 42, 41, 38. Na, mehetünk? Óra indul, 3, 2, 1, és tessék! Na kérem szépen, adja, hölgyeim és uraim, egy 1 km per órás sebességgel elindult ez a csoda fűnyíró. Hihetetlen, hát ebben a pillanatban már Szújó Zoli letenné a haját, úgy öltene. Viszont, nagyon jó. Viszont hihetetlen. Nem borít semmit, nézzétek meg. Most állj meg, mert ez már elment, mint köridő. Hát, felejtsd, nem vagy ügyetlen. Nem, egyáltalán egy kicsi, nem. Kicsi, ilyen kis, hát hogy is mondjam, antennaszerű dolgokat kell kerülgetni. Ezzel a nagyon helyes kis pofás kétkerekű kis járgánnyal. Ez ilyen szakadottan megy, vagy szakadottan nyomon? Szakadottan nyomon, aha. Egyébként egészen jól fordul, és egyetlen egy bóját sem sikerült eddig feldönteni. Alapos vagy. Majd most. Itt egy picit beszorultunk, ahogy látom, a pálya utolsó harmadához közelítünk. Ha beletekersz, akkor ez gyerekek, körrekord lett, gyere gyorsan. Az sose lesz. És aztán gyere. És most tök egyenesbe, adjál, tök gáz. Jézusom, másfél hónapnak tűnt. Atya Isten, 55-32 a hivatalos idő. 55-32. Tegnap hogy nem őszültünk bele abba a másfél percbe akkor? Akkor még új volt a játék. Mert alul hullott ki a szőrünk. 55 másodperc, de Barbie, tök ügyes vagy. Ez annyira jól vagy. 5 kör időt tartasz egész egyszerűen. Ugye 1-12 Feri mondta, az volt a legjobb tegnap, ehhez képest most te vagy az első helyen. Ennyi idő alatt nekem úgy tűnt egyébként, tudatilag, hogy kb. Ennyi idő alatt száradhatott ki a Pannon tenger. mire mi ideértünk? Óriás műlesítő versenyeken, ne indulj, de ez nagyon jó volt. Aki ugye a héten összesítve a legjobb köridőt futja, az egy nagyon klassz kis elektromos fűnyírót kap. Konkrétan ezt? Konkrétan ezt kapja meg? Nem ezt, egy bedobozoltat a csomagot. Na. Oké. Okay. Hát, nagyasszony. Oh, 12 hektár után. Itt van. Itt lehet, van. Hogy az, hogy túl nagy a terület ahhoz, hogy hozzászokom. Nem az enyém, az uramé a föld. Az uradé. Na jó. Aha, de hogy is a 10 éves gyerekre van ráíratva. Úgy szoktál. Igen. Mehetünk, Ági? Na. Elkészültél? Na figyelj, akkor 55 másodperc alatt kell megtenni a dolgot. 3, 2, 1, és tessék! Nagyon bátor rajt után. Ági elindult. Na egyébként nagyon fordulékonyan megy. Egy picit határozottabbnak tűnik, mint Barbie. Jó, a csatorna fedél. Azon se is átmentünk. Nagyon jó. Így van. Egyébként egészen flottul halad. Már a harmadik zászlót kerül is. A külső íven, Slikumikon egyébként. Jó gumi választás. Abszolút jó gumi választás. Azért Ágiban ott van a hektár. Tehát látszik. Igen. Látszik. Mind a 12. Mind a 12 ott van Ágiban. Látszik azért a gazdálkodás, és az, hogy ért hozzá. Gyerekek, ez nagyon jó. Gyönyörűen használod a rázóköveket. Hihetetlenül elment a sikámban, nagyon jól elfordult. Hihetetlen jól elfordult. Most érünk a célvonalba. És már cél egyenes. Egy nagy egyenes. Egy 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 na most egy nagy hajrát a végére. Nyomja, nem baj, annyi baj legyen, néni megy keresztbe, se baj. Gyere kicsi lány. Mennyi? Hát gyerekek, az a helyzet, ugye, hogy az előbb 55 másodpercre zártuk az első kört, és Ági, ez a bénázás visszafelé, itt ez a visszafogás, ez, amikor nem tudta tartani miért az egyenes, azt eredményezi, hogy 53 másodperc! 53 másodperc! Oh, a hektár! Bizony, a legyfa! Igen, mi hektár! És a rutin. Azért tegnaphoz képest mennyit javultunk? Nagyos, egy 30, egy 12, ahhoz képest egy 55 és egy 53. Mind a kettő Atya nagyon Isten, jó bejáratodott a gép. Igen. És mennyivel simább a térkő? és ez hihetetlen. Milyen volt? Jó, és még a cipőd is megmaradt. Igen, köszönöm Bizony. Szépen, de próbáltam elugrani. És az se egy utolsó hátrány, hogy most föltöltöttük a járművet, nem úgy, mint tegnap. Igen, ügyes voltam. Jó, esélyes vagy, arra meglátjuk, hogy milyen köridőt futnak Baján, Salgótarjánban és Budapesten. Reménykedem. Reménykedsz? Elkér még egy ilyen a gazdaságban, nem? Én már reggel kinéztem magamnak. Tényleg? Tehát a műszaki adatok már megvannak, csak
Már csak a lóvé hiányzik. A kések egyébként állíthatók, a kések állíthatók benne, és ez azért nagyon jó, mert azt is meg tudjátok csinálni, hogy otthon például a nappaliban nem porszívoztak, hanem vágjátok a padlószőnyeget. Nagyon jó. Egyébként csak mondom, hogy nem ezt nyered meg, mert hogy ez, erre már János tett egy ellenállhatatlan ajánlatot, és ezért megkapta. Mutatom neked, itt van. Ő lesz az. Ez poncsolyosabb. Ez egy elektromos, ugye jól mondtam, hogy egy elektromos hűnyíró. Őt nyered meg, ha a tiéd lesz a legjobb idő. Jó? De megművelni. Ez gyönyörű. János a lányra mondta, aki ott áll a fotón. Cserélhetünk a végén, ha gondolod. Ez nem néz ki rosszul. És a fűnyíró se rossz, nem? Egyébként sem mit szólsz rá, hogy egy fiatal lány tolja a fűnyírót. És nézd, mennyi fű. Ezt tehetekig tekerhetnek. Hát ez szűje. Na jól van. Oké, megvan tehát a köridő. Hol tudok visszamenni? Bocsánat. Köszönjük szépen. A bajaiaknak azért nagyon rá kell erre készülni, nem? Azok 53 másodperc, ez szerintem okay. Egy hihetetlen idő. Nem tudom, hogyha Jani tolja, akkor lehet, hogy jobb lesz. Hogy tudnak gyakorolni a bajaiak? Hogyha van gyerek a családban, tényleg talicskáznak, és akkor ott próbálják a fordulást? Hogy tudnak valahogy a bajaiaknak kéne gyakorolni? Egyébként nem. Ez az 53, ez megdönthetetlennek tűnik. Nagyon durva, nagyon durva. Én nem tudom, hogy mi lehetne faragni. Olyan szűkön vették a kanyarokat. Szerintem, hogy ezt a szaggatosságot kivennénk belőle, akkor szerintem sokkal jobb lenne. Ha flottul fordulnának. Na jól van. 8:30, az már nagyon rég elmúlt, Bali. 9:50 viszont még csak 6 perc múlva lesz. És mondom, hogy mik a legfrissebb közlekedési hírek. M6-os Pécs felé 164-es kilométernél van egy trafi. Ezt Bubu küldte nekünk. Van egy trafink Gyálon is, a Körösi úton, az Rínyi utcában, méghozzá a kereszteződésnél, LR Joe. Üzentek, köszönjük szépen. Budapesten a Szerémi úton megbújnak a rendőrök, trafiznak a Kondorosi után, vigyázom mindenki, üzente nekünk Andor, az M7-esen Balaton felé a 29-es kilométernél munkavégzés, és a sor vége a 25-ös Kavicsnál van, te jó Isten, és hízik. 4 kilométeres sor már most az M7-esen felé. Ez nekünk nem jó hír. Ez nem, hogy nem jó, ez szinte lehetetlenné teszi, hogy odaérjünk. Ugye értitek? El se tudunk indulni. Nem érünk oda, így van. Na, 9:50 lesz pontosan, 5 perc múlva. Van egy gyűjtés, ugye egy nagy iparági gyűjtés. Ez a legfontosabb ma, ha lehet így mondani, mert hogy egy picit szeretnénk a segítségeteket kérni imáron sokat szorra. A cél az abszolút nemes. A Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány életmentő defibrillátorra gyűjt. És érdekes a mai kísérletünk, amellett nyilván, hogy az egyik célunk, hogy segítsünk, a másik pedig az, hogy megnézzük, hogy mennyit képes maga a rádiós piac és ezen iparág egy reggel alatt összehozni, mert hogy az összes kereskedelmi rádió reggeli műsora mondja a telefonszámot, mondja a kódot, ami ugye a 13600 és 10-es kód, és mindenki gyűjt, mindenki beszél erről egy picit ma reggel, megemlíti az összes rádió reggeli műsora, hogy egy emberként, egy rádióként segítsünk a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak. Nemes Acé jó dolgokat vesznek belőle, úgyhogy ha tudjátok és megtehetitek, 250 forintért egyszer hívjátok fel a 13600-at. Drágák vagytok, köszönjük, ott egy kicsit várni kell, és amikor a nő, a hölgy elmondja, hogy egy női hang, hogy üssük be azt a kódot, amit mi szeretnénk, és akit szeretnénk segíteni, akkor kell a 10-es kódot használni. Így van, a Facebook oldalunkon is egyébként minden szükséges információ fenn van, és arra kérjük a kedves Facebookon is fönt lévő hallgatóinkat, hogy osszák meg minél többen. Így van, nagyon fontos, hogy ezt most 6-tól 10-ig tart, tehát 10 után nyilván még pörög a számláló, de mi 10-ig csináljuk, és 10 körül zárják le, tehát ezt valaki napközben látja, vagy megkapja, akkor már ne küldjön. Mi 6-tól 10-ig tudjuk ezt a dolgot ellenőrizni, ez addig tart, erre kértek bennünket, hogy 6-tól 10-ig menjen. És a segítségnyújtáson kívül ez egy kicsit olyan bizonyító erejű is szerintem, hogy a rádió még mindig egy fontos médium. Nagyon fontos, hogy azok, akik hallgatnak bennünket, azok fogják a telefonjukat, elküldik a 250 forintos SMS-t is, ez egy tök jó dolog, mert segítünk, és meg másrészt látod, hogy tényleg van erő benne. Igen. Jó, az SMS is egyébként kipróbáltuk, abszolút működik, de valakinek egyszerűbb 13600. Jó, tegyétek meg, hogy ha tehetitek és megengedhetitek magatoknak, akkor egyszer felhívjátok 10-es kód. Köszönjük szépen. 9:50 lesz pontosan 3 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 9:50 múlt, pontosan 6 perccel jó reggelt kívánom mindenkinek. Gyerekek, napról napra melegebb van. Tegnap is jó időnk volt Sopronban, de itt a Deák téren, Kecskeméten, gyerekek, szikrázó. Szikrázó napsütés van. Szikrázó napsütés, gyönyörű idő, és hát komolyan mondom, melegem van. Holnap hát 28-at mondalak. 28 fok. Az nem gyenge, hogyha így folytatjuk egyébként, akkor Salgótarján ma már gatyában fogjuk vezetni a műsort. Hát csak te. Aha. Figyelj, hogyha nem rakunk a székeket, és csak a fejünk látszik kifelé a stúdióból, itt az ablakon keresztül, ami nálam már többé-kevésbé be is következett, akkor szerintem nagy gond nem lehet. És sokkal több közös fotót akarnak majd velünk csinálni.
Na igen. Hello, srácok, már Fehérváron vagyok, hamarosan érkezem hozzátok. Hajrá, gyere, van még 20 percet. Igen, körülbelül tényleg még 20 percig vagyunk itt, úgyhogy Gyurcsi, nagyon, nagyon húzzál bele, igen. Vagy diszponáld át a holnapi napodat, ha vannak fontos dolgaid, és akkor gyere inkább Bajára, nem? És közelebb is van. És lehet, hogy közelebb is van, vagy jobban jársz, így van. Csak mondom egyébként a kedves kecskemétieknek, akik itt vannak a stúdió előtt, hogy azok, akik még nem kaptak dedikált aláírókártyát, azok már ne is számítsanak rá. Azok integessenek nagyot meg, mert hogy nem is fognak, nem természetesen fognak, még aláírunk egy pár darabot, hogy jöjjenek ide, legyenek kedvesek majd, és a best of alatt majd megkapják a magukét. De jó, ilyen egy hullámfürdőnél egy ilyen bemondó ember tudnál lenni egyébként. Igen. A szőke kisfiú, jöjjön ki a víz. Igen, vízbe nem ugorhatnál, ugye, mert úszni nem nagyon tudsz, de hogy egy ilyen hangos bemondó. Ott járkálnék egy síppal a kezemben. Igen, adnék neked egy hangos bemondót, és akkor mondhatnád, hogy feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját a hullámmedencéket. Ezeket így tudnád mondogatni, ez jó. 12 éves kor alatt 100 centiméterig nem lehet azon a vonalon túlmenni. Még egyszer figyelmeztetem a kedves anyukát. Te ezt így tolnád. Neked ez a szerep egyébként jól áll. A gesztenyi és palacsinta a jobb oldali árusnál kifogyott. M3-os Budapest felé, 60-nál a múlkúta van egy trafi. Timi, köszi, hogy elküldted nekünk. Ne igyál bele, hülye gyerek, klóros az a víz. Igen. Kinderwasser, nicht kövér felnőtt. Gödölön sárgán villanak a jelzőlámpák, óvatosan mindenki, ezt Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen. Harcon fekvő apukát fordítsák meg, ja nincs rajta semmi, fordítsák vissza. A feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját. Igen, hasonló adnótságokkal rendelkező édesanyját. Várja anyukáját a jegypénztárnál, az szerintem nagyon, nagyon, nagyon erős. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye láttuk egy videót, és kicsit nehezebben tudtuk megemészteni, hogy milyen érdekes az, amikor a természet valahol egy kicsit ad, valahonnan elvesz. Egy amerikai lány feltöltött magáról egy videót, miszerint ő meg tudja nyalni a saját szemét a saját nyelvével. Megnéztük, nem akartuk elhinni egyébként, hogy valakinek ekkora nyelve van a szájában, ezzel hogy tud beszélni, hogy tud egyet a hangokat kiadni, hogy tud élni, létezni. Ugye hát a videó önmagában baromi érdekes. Testi, hát hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy fogyatékosságokat keresünk, nem erről van szó, hanem azt próbáltuk kideríteni, hogy ki mit utál a saját testében, ki mire tekint úgy, mintha lenne egy pici kis testi fogyatékosság. Azért hátul közben próbálkozott egy srác, így elzakadta a fején. Azonnal mindenki ezt megpróbálja, mint ahogy azt mondod, hogy tudod, hogy nem tudod megnyalni a saját könnyöködet, 10-ből 8 ember ezt meghallja, azonnal megpróbálja, hogy tényleg nem tudod megnyalni a saját könnyöködet. Nézd a hülyét, nézd, Laci, te okos vagy. Tényleg nem tudod, vannak dolgok, amiket nem tudsz megcsinálni, azt nem tudod megnyalni a könnyöködet. Nem tudod. Én a kicsi gyerekkoromban jártam antropometriai mérésekre, és 10 éves koromig én csak egy két lábon járó testi fogyatékosság voltam, de aztán átbillentem a holtpontot. És ez lett belőle. Te kigyőzött meg arról, hogy 10 éves kor után ez elmúlt. Tehát milyen autogén tréninggel, vagy nem tudom, mivel győztek meg, hogy ez a fogyatékosság. Egyszer eljött hozzám Jézus álmomban, és ő mondta, biztatott, igen, hogy van értelme. A jóból keveset adna. És csúriba volt mind a két ujja. És mondogatta, hogy 103, igen. Szóval megnéztük, hogy itt Kecskeméten kinek mekkora a nyelve, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők mit nem szeretnek hogy saját ezt, magukban. Hogy ezt csak a sátorban hátul mutassák meg. Igen, mit nem szeretek saját magukban? Kiderült, hogy a csajok több minden nem szeretnek saját magukban, a pasik elégedettebbek magukkal. Erről beszélgettünk, valamint gyerekek, az évszázad játékát lejátszottuk, festékzuhany, a retteget zuhanyba beleállítottuk, ugye, ha jól emlékszem, talán Daninak hívták a fiatal srácot? Többen írják is azóta is, hogy Dani, ha tudod, akkor még most menekül. Nem, ott azért egy picit érezted, nem, hogy ott egy nagyon erőteljes bedarálás van. Bedaráltuk, igen, beszélgettünk velük, és játszottunk, vicces, trükkös kérdésekre kellett válaszolni, kevésbé sikerült, úgyhogy Danit kicsit megöntöztük, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Jaj. Rohadj meg! Na, már bocsánat! Na, szeressük egymás gyerekek, emlékeztek erre? 3-4-10 múlt, pontosan 4 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy fontos közlendőnk, egész reggel mondtuk, még 10 percig lehet SMS-t írni, vagy hívni a 13600-as telefonszámot. Minden rádió reggeli műsora sokszor mondja, reméljük, ezt a telefonszámot, a 10-es kódot kell használni, minden hívás 250 forint, és a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak segítetek ezzel. Drága Morning Show hallgatók, tegyétek meg, hogyha eddig nem tettétek meg, vagy lehetőségetek van rá, vagy ne adj Isten, belefér esetleg kétszer, segítsük nekik, jó? Életmentő defibrillátorra kell ez a pénz, mármint amit összegyűjtünk, gyerekekről van szó,
és aki segít, az közösen a hazai rádiókkal segíthet abban, hogy összejöjjön az összeg. 6-7 millió forintba kerül egy ilyen gép, hát nem olcsó, de gyerekek életét lehet ezzel megmenteni. Hát nincs annál szörnyűbb, amikor ugye egy gyerek beteg lesz, úgyhogy 13600, 10-es kód, ezt kell használni, 250 forint, és 10-ig, ezt most csak és kizárólag 6 és 10 óra között megy, úgyhogy 10-ig gyűjtsetek. Jó? Köszönjük szépen. SMS-ben is működik, és a hívás is, ahogy János csinálja. Figyelj, csak tényleg nem azért, de hogy van nagyobb bajod van velem, vagy mi az Isten? Tehát az aláíró kártyánkat csak mondanám, gyerekek, hogy a főnököm, a Sebestyén Balázs, nagyon szépen a bal szememet, érted, lesatírozta a fekete filccel, mint egy kalóz. Mondjuk bosszúból rajzoltam neked cicit, nézd csak. Az a jó egyébként, hogy lassan ti 50 évesek vagytok, én lassan 40 éve. És még mindig ez a tréfa, hogy aláírom azt a fugát is. Aláírunk egy olyan autogram kártyát, amiből itt mi szeretnénk sokat kiosztani, mert én hárman vagyunk. És nekem 40 évesen mindig az a tréfa, hogy Feri félszemét kisatírozom. Ilyen a félszemű, jó? Úgy írom alá, tehát sose késő felnőni szoktam rengeteg, mondani. Rengeteg ilyen színvonalas poént csinálunk egymással, a másik hotelszobájának az eltorlaszolása, a folyosón található bútorokkal, cipőfűzők összekötése, illetve a hátamra ragasztott hülye vagyok feliratú cetlik felragasztása. Ilyenek vagyunk. Higgyétek el, hogy az öregedés lassítása, az infantilizmus megtartása. Higgyétek el, aki másról, az vagy hazudik, vagy koravér. Ha az ember egy kicsit tud infantilizmus maradni, akkor megéri. Lehet, hogy igen, ha még 60 évesen is infantilis leszek, de sokáig fogok élni. Feri bal szemének kisatírozása nekem 3 napra erőt adott a turnéra. Én még pénteken is ezzel fogok mosolyogni. Azt hittem, nem veszed észre, hogy ennél már te rosszabbul látsz. De hülye nem vagyok, tehát azért is az egyik szemem működik, amit nem satíroztál le. Azt hittem, hogy nem emeled egészen közel a szemed, ezeket csak aláírod, de akkor úgy látszik, hogy kiszúrtad. Hogyha be tudnánk ülni egy időgépbe, én azt látnám, hogy 80 éves korom mind a hárman itt állunk egymás mellett egy járókeret, és verseny! De addig jó, amíg igazán gyerek tudsz maradni, addig nem kezdesz előregedni, higgyétek el, hogy ebben van igazság. Na, elmondtuk az SMS számot, ugye 13600, 10-es kód, 250 forint, köszönjük szépen mindenkinek, aki már hívta, ha ti is itt a helyszínen hívtátok, akkor drágák vagytok, köszönjük. Feri, csak egy gyors közvéleménykutatás, hangokat szeretnék, hívtad? Igen, hívtad? Nem. Nem. Micsoda? Ide adod a 250-et? Küldjetek rá biztos. Nincs, várjál, nem tud SMS-t küldeni, ide adta a 250-et. Jani, légy szíves, küldj már egy SMS-t, köz. Az ő nevében küldünk akkor. Köszönjük szépen. Hívtad az kis számot? Még nem, de fogom. Nagyon helyes. 13600, jó? 13600? Hívtam. Nagyon jó, köszönjük szépen. És mit mondott? Tehát nem hívtad. Lebuktál, jó, nem baj? Hívtad 13600? Hívtam. Nagyon jó. Az is jó, SMS-t küldtél? Még eddig nem. Hívtad? Hívni fogom. Nagyon gyerekek, rendes 10-ig vagy. Lehet egy darab, jó? 250 forint, tegyétek meg. Tudom, hogy a hallgatóink, akik hallgattak bennünket, megtették itt a helyszínen is. Ne sajnáljuk tőlük. Csináljunk 250 forint. Tömeghívást. Most jó. Mindenki vegye elő. Csináljál majd Feri 10 után. Okay. Na, de 10 után már nem jó, hát 10-ig kell hívni. Ne, inkább csináljuk a Feri, ne, inkább feküdj hátra, vedd elő, és csinálj egy napórát. Oké. Az a baj, hogy mondanám, hogy csináljunk tömeghívást, ez megint azt jelenti, hogy a Jani elveszi a telefonomat, vagy pedig hívja a sajátjáról, és megint elvesz 250 forintot a zsebemből, ha nem figyelek. Szóval, mondom hogy... a kódot az enyhez, jó? Igen. Kórhelyes telefontok, na mindegy. Ez se az enyém. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, jó? Ha mondja, hogy Morning Show, övé az ajándékcsomag, addig mondom, hogy holnap Baja, Tóth Kálmán tér reggel 6 óra, drága bajaiak, megyünk. De jó lesz. Beteg vagy. Az bizony! Hello! Szia! Barbie! Nem. Örülünk, mert lány ritkán szokott lenni a naphallgatója. Ez nekünk mindig nagy öröm. Jó helyen vagyunk, Barbie, hello! Igen, sziasztok, itt vagyok. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Most éppen Kapuváron vagyok. Kapuvár, ott Kapuvár. Szálltam át. Sopron felé. Kit érdekel? Na, ez is igaz. Barbikám, figyeljél ide, drága. Te vagy a naphallgatója, mert leírtad nekünk, hogy a pasidnak 47-es lába van, tényleg? Igen. 183 cent és 47-es lába van. És azt írtad, nagyon röhögtünk rajta, hogy a nagy lábúja és a második lábúja közé pedig befér az egész csuklód. Igen, Jézus, és képzeljétek el, hogy olyan szinten, hogy nem ketté áll a lábúja, hanem akkora hely van közötte, hogy be tudom tenni oda a csuklómat. Ez nem hangzik túl jól. Valószínű nem is túl szép. Nem, de nagyon vicces. Nagyon vicces. Hihetetlen. Neki akkora lábai vannak, hogy egy elmetek sielni, már a talpát vakszoltak, nem is kell légy. Igen, és nem kell neki búvár sem. Igen, búvár csak a fenyőágok mindig beragadnak a két lábújak. És tarvágást eszközöl a domboldalon. Most négy év után meglátod, és még mindig röhögsz rajta? Igen. Ezért alszik zokniban. Mivel nem akarja, hogy kuncogjál?
Nem, nem, egyáltalán nem szégyeli, sőt a barátai is mindig nevetnek rajta, úgyhogy büszke rá. Uh-huh. Meg ha az okni banalul, de akkor első ránézés olyan lenne, mint hogyha két múmia hálózsák lenne egymás mellett. Hasonló, igen. Barbikám, te vagy a naphallgatója, jó? Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Egy szép kis ajándékcsomagot, köszi, hogy minket hallgatsz, puszilunk, vigyázz magadra, és ne felejtsd el, még van egy percet, ha esetleg nem hívtad volna, 13600, jó? Jó, jó. Drága vagy, köszi, puszi. Na, puszi, sziasztok. Hello. Halljátok ezt a hangot? Aha, megérkeztek, ők azok. A robot fűnyíró. Már támad. Megindult. Valaki elkötötte. Na jó van. Drága kecskemétiek, köszönjük szépen, nagyon drágák vagytok, hogy ennyien eljöttetek. Köszi. Tényleg, kinek ígértem a bögrémet? Valakinek megígértem. Aha. És beblöfföl, jaj, de szép blöff volt. Igen. Neked ígértem, ugye? Hűségesen megvártad, hattól itt voltál. Itt van a bögre, jó? Egy tisztasági mosás azért ráfér, de mindjárt megkapod, jó? Kitartás, és küldöm neked. Jó? Na, holnap baja, ugye mondtam sokszor Tóth Kálmán tér, ez a helyszín, várunk mindenkit szeretettel, visszük a hihetetlen adrenalinbombás fűnyírójátékokat, valamint ugye a festék zuhannyal is számolni kell a bajaiaknak. Tessék gyakorolni, átnézni a gyógynövényeket, hogy melyik milyen színű, hát ha több festéket tudtok elvinni tőlünk, mint a mai napon. De nem voltam ma is rossz. Egy 20-as, hát abból azért jó néhány szobát ki lehet festeni. Hát a nagy én kimarad, nagyon igen. Szeretném, hogyha holnap jönne valami óvoda, vagy iskola, egészségügyi intézmény, bárki, kicsit segítsünk már nekik. Szerintem rájuk a Polifarbe, ha elég nagy az intézmény, akkor 100 liter festéket is fölajánl, ugye, Jani? Így van, csak majd ezt a különbséget saját zsebből fogod kicsengetni. De szerintem igen. Szemét ők elég jó fejek ehhez. Persze, hogy jó fejek. Meg hát kizsaroljuk belőlük, ha nem adnának. Tudod, hát természetesen. Nincs sebb, mint amikor adásban állított késztények elé a szponzor, nem? Igen. Csináltunk már ilyet hűtőszekrényel 2 évvel ezelőtt. Ugye a szponzor felajánl még egy hűtőszekrényt. Figyelj, ha óvoda jön, iskola jön, egészségügyi intézmény, akkor nekik meg aztán pláne szívesen segítünk, rájuk fér, kevés támogatást kapnak, úgyhogy hajrá. Persze, ahogy Feri is mondja, óvodák is jelentkezhetnek. Hát az 50 liter 1000 négyzetméter, ugye erről beszéltünk. Hát azért az abból egy komplet ovit rendbe lehet tenni például. És akkor a 100 mennyi? Köszönjük szépen a kecskemétieknek, hogy itt... Komolyan mondom, egyszer verjük már meg nagyon. Verjetek, jó, verjük meg. Na, drága kecskemétiek, elköszönünk, jó, puszi nektek, köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok, vigyázzatok magatokra, holnap baja 6 óra. Köszönjük szépen, szevasztok! Még egyszer, siki! Ciao! Szevasztok! Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az